Sziasztok, Kömkel vagyok, ez pedig a Minden, ami családi ház podcast adása. Ismét a Jabune Homos srácokkal vagyok adásban, és a mai témánk, hogy hogyan tervezzük meg a saját otthonunkat, ha felújítunk, vagy ha építkezünk. Átadom a szót Tamásnak, jó, akkor vágjunk a lecsóba. Sziasztok, köszönjük szépen a lehetőséget. Mellettem még itt ül a Halmos Gyula. Hellóztok! Alapvetően próbáltunk egy struktúráltabb agendát összerakni így a mai alkalomra. Igyekszünk tartani egy agendát, igen. Igen, csak 2 órás lesz az adás, nem 2,5 órás. Ígérjük, hogy a lényegre törekszünk. Alapvetően ugye itt az első gondolat, amit felírtunk magunknak, ez a ne a technológiához alakítsuk az igényünket, hanem igényekhez alakítsuk a technológiát, mint első számú gondolat. Tehát, hogy amikor nekiállunk egy ingatlant felújítani vagy építeni, és megfogalmazódik bennünk az igény, hogy legyen okos otthon, akkor alapvetően, legalábbis az eddigi tapasztalatok alapján az embereknek itt nagy része úgy megy neki a történetnek, hogy oké, rágoogolozok, itt vannak ezek a gyártók, nekem ez kell, mert ez szimpatikus. És közben nem gondol bele, hogy ezzel adott esetben valamilyen technológiai korlátokba fog ütközni. Tehát ezért szoktam azt mondani, tehát azt kell átgondolni, hogy mit szeretnénk elérni, nem azt, hogy mivel, milyen megoldása. Ugyanis nem feltétlenül mondanám azt, hogy egy technológia jó vagy rossz, az adott szituációhoz köthető. Mit értesz te technológia alatt? Technológia alatt értem azt például, hogy vezetékes vagy vezeték nélküli. Vezeték nélküliben is ugye van 3-4 különböző protokoll, amit lehet használni. Zigbee, Z-Wave, USB, Wi-Fi. Vezetékesből is ugye van a különböző buszrendszerek, legyen az most egy KNX alapú vagy másik szabvány alapú. Ugye mindegyiknek megvan a maga előfeltétele, a maga technológiai paraméterei. Na de ha elvonatkoztatunk mondjuk tőletek, tehát akik eléggé általánosan átlátjátok az egészet, az okos otthonos cégeknek egy jó része az rá van állva egy technológiára. Ez így van. Tehát így van, és magyarul azt mondod, hogy ha valaki okos otthonozni akar felújítás vagy építkezés esetén, akkor előbb kellene valaki kvázi függetlenebbtől technológiai tanácsadást kérnie, és úgy lépnie tovább. Igen. Tulajdonképpen nagyjából ugyanaz, mint amit te is csinálsz, vagy amit te is csinálsz az ügyfeleiddel, hogy megkérdezik tőled, hogy mi az, amit te szívesen javasolnál, vagy jó szívvel ajánlál, vagy adott esetben használható abban az életszituációban. Legyen az most, hogy milyen fajta tégla menjen a falba, vagy milyen technológiával legyen megvalósítva a vízszigetelés. Ez akkor lenne igaz rátok fordítva, ha ti nem ezzel foglalkoznátok profitorientált cégként, hogy eladjatok egyfajta, tehát ti a Home Assistant rendszerre vagytok ráállva, nem? Nem teljesen, tehát itt egy picit, tehát az egy portfólió elemünk a mi cégünknek, hogy nekünk van egy Home Assistant alapú, Jabune Home nevű okos otthon központ. Igen, azt beszéltük a korábbi adásban, hogy ti alapvetően, tehát mindenképpen azt javasoljátok, hogy jöjjön valaki tanácsadásra. Így van. Átbeszélitek az egészet, aztán vagy visszajön, vagy így van, keres más. Így van, tehát nem az a célunk feltétlenül, hogy a saját termékünket adjuk el. Nyilván jó, hogyha a sajátunkat, mert akkor ugye úgymond bekerül ebbe a piramisba, aminek a végeredményben az, hogy neki egy olyan okos otthon rendszer lesz, amit mi ismerünk. De mi adunk arra lehetőséget, szolgáltatást, hogy megtervezzük az okos otthonát általánosan, technológia függetlenül. De hogy itt egy kicsit visszakanyarodjak arra a témára, hogy mi az, ami számít, és mi a fontos, amikor valaki okos otthon szeretne magának. Pont ez, hogy tehát ennek ugyanúgy utána kell járni, ahogy amikor valaki építkezni akar, akkor nem úgy csap bele, hogy szia Zsolt, akkor én egy házat akarok, hanem ő akkor már elkezd gondolkodni, hogy hány szoba, hol legyen, mondjuk kell egy hálószoba, kell gyerekszoba, nappali konyha egybe legyen, amerikai konyha, stb. Tehát ilyen alapvető koncepcionális dolgok már így a fejébe kezdenek körvonalazódni. Nyilván ő nem tudja megtervezni, nyilván ő nem tudja akár még lerajzolni se, de fejbe már kezdenek összeállni, hogy kétszintes házat akarok, a garázs része a háznak, nem része, kapu, stb. Ilyen, tehát ezek az alapvető... Még azt mondom, hogy az már egy következő lépés. Tehát először a nagyon alapokat már azért az emberek összerakják. És egy okos otthon is ez, hogy oké, okos otthon. És elkezd keresgélni, és itt nem arról van szó, hogy nálunk kell konzultáció,
hanem egyszerűen mi ezért próbálunk blogposztokat írogatni. Ezért kérünk meg olyan embereket, hogy írjanak blogposztot a felületünkön, akik már végigmentek ezeken a procedúrákon, és meg tudják osztani a tapasztalatot, mert ez szerintem ez egy olyan tapasztalat, ami amúgy már kim van az interneten, és bárkinek elérhető, aki veszi a fáradtságot. Nyilván van olyan opció, hogyha valakinek ez túl sok energia és idő, akkor tudunk neki segíteni az iránymutatásba, de szerintem a fő dolog itt az, hogy az ilyen alapvető koncepciók legyenek meg, világítás, stb. De a tapasztalat az, hogy most például egyik közeli ismerősöm építkezik, vagy hát vettek egy ilyen új építési lakást, és akkor most szereli a különféle kapcsolókat, konnektorokat, stb. És igazából nézegeti, hogy mit lehetne okosítani. És itt például belefutottunk, hogy persze mindent lehet okosítani, de minek van értelme? Tehát például a hálószobánál a fejénél lévő kapcsolót nem biztos, hogy az a fő prioritás okosítás szempontjából, mert az ott van a fejénél, úgyis csak akkor használja, hogyha az ágyban van, hisz az egy éjjeli szekrény lámpavilágítás, tehát az mindig kezeügyébe lesz az a kapcsoló. Viszont például a hálószoba kapcsoló, vagy amit ő is kiszúrt, hogy a fürdőszobánál a kapcsoló kívül van, a WC-nél meg belül. Tehát, hogy az például a WC-nél tök nem ideális, hogy ki kell nyitnod a tök sötétet, be kell menned és felkapcsolni. És ott már egy ilyen mozgásérzékelővel egybekötött világítás, az nagyon sokat tud dobni a felhasználói élményen. És ezek olyan dolgok, amiket mindenkinél egyedi. Tehát itt is, ahol vagyunk most ez a lakás, itt is, ha megnézitek, ahogy bejössz az ajtón, az előszobát innen tudod kapcsolni. Na most ez azt jelenti, hogy én benyitok este 10-kor, akkor végig sétálok, és valahogy így megmutatom, hogy felkapcsolja a lámpát. Érintős kapcsolók vannak, tehát nem olyan egyszerű, ha nem találom el tök sötétbe. Ergo, én felraktam egy mozgásérzékelőt az ajtóval szembe, beállítottam, hogy este 7 vagy épp a napállása alapján, amikor nyitok be és sötét van, akkor felkapcsol, utána 25 másodperc múlva lekapcsol, és felkapcsolja itt a nappaliba. Mert a logikus az, hogy valószínűleg úgyis átjövök a nappaliba. Szóval szerintem ezek a fontosak, amikor valaki gondolkodik, hogy ugyanúgy, ahogy egy háznál, mindenki elképzeli, hogy milyen szobát akarok, hány szobát akarok, hogy legyen a nappali, stb. Ezt ugyanúgy az okos otthonnál is, hogy világítást szeretnék, a fűtést akarom távolról vezérelni, a légkondira azt szeretném, hogy mire hazaérek, hűljön le a lakás. Ezek így összeállnak, és akkor azok kvázi adni fogják a technológiát is előbb-utóbb. És ott már lehet egy szakértőhöz menni, hogy például ki az, aki a hűtés, fűtés, világítást egybevállalja, lehet ajánlatokat bekérni, és akkor már az ember tud ilyen viszonyítási alapokat adni. Tehát, hogy melyik a jó megoldás. De meg jó ez a mozgásérzékelő, mert hogyha betörnek, akkor is felkapcsol a lámpa is. Így van. Segít a betörőnek. Legalább látják. De küldnek a mértesítést. Így van. Már elvitték az előző. Tehát azt mondjátok igazából, hogy maga a technológia az annak a meghatározása lehet egy olyan dolog, ami már szakértelmet kíván. Tehát az, hogy hogyan tervezzük meg a saját okos otthonunkat, maga a cím, az azt jelenti, hogy át kell gondolni, hogy ki mit szeretne konkrétan a saját házában, és utána specifikusan erre keresni okos otthon rendszert. Vagy specifikusan erre keres, de inkább azt mondom, hogyha már van egy koncepció, akkor már el lehet végighívogatni az okos otthon szolgáltatókat, telepítőket, és már nekik is egy ilyen konkrétabb esély van, mert ugye ez egy mindig egy kihívás, hogy mire gondol a költő. Ugye, tehát mi bármit is meg tudunk valósítani szinte. Tehát a mi megközelítésünk az egyére szabásban az azt jelenti, hogy tényleg mindent megtudunk, de nagyon nehéz, hogyha ezt nekünk kell kitalálni, hisz nem mi fogunk ott élni. Én ezt értem, csak mondjuk vegyünk egy alap villanyszerelést, tehát én azt látom a kivitelezések során is, hogy a villanyszerelő kimegy, és elkezdi mondani a lehetőségeket. És akkor kapcsol az ügyfél, hogy bazd meg, igen, ennek igaza van, ez is tök jó lenne, az is tök jó lenne. És akkor sorba jönnek elő egy alap villanyszerelésnél ezek a dolgok. Most egy okos otthonosításnál saját példámból tudom, hogy a lehetőségek tényleg végtelenek. Tehát azt csinál az ember, amit akar. Igen. És ez, szerintem ez így rendben is van, és ez nincs másképpen az okos otthonnál sem. Tehát, hogyha most például mi kimegyünk házhoz, elkezdünk beszélgetni az érdeklődővel, akkor gyakorta van az, hogy elindulunk egy, mit tudom, egy alapvető világítással kapcsolatos okosítással, és
kitérünk odáig, hogy akkor okos öntözőrendszer és nem tudom, ilyen lecsor, meg fűtést is okosítsuk. Tehát, hogy nagyon gyorsan tud ez eszkalálódni egy nagyon, nagyon nagy gombócán. De pont emiatt viszont én úgy gondolom, hogy a vezeték nélküli technológiában van inkább a jövő, nem? Mert azt tudjátok bővíteni, vagy lehet bővíteni kvázi a végtelenségig. Szerintem itt fontos, igen, hogy nem mondanám, hogy melyikbe van a jövő, mert mindegyik technológiának megvan az előnye és a hátránya. Tehát, hogy azt lehet mérlegelni és eldönteni. Ami szerintem fontos, hogy mindenképp olyan megoldást válasszunk, ami utána könnyen bővíthető. A vezeték nélkülünk ez egy nagy előnye, hogy szinte bármivel lehet bővíteni bizonyos keretek között. A vezetékes rendszernek ugye ez egyfajta hátránya, hogy ott jobban előre kell gondolkodni, és jobban legalább a kiállásokat meg kell teremteni, hogy később lehessen ugye bővíteni. De szerintem ez mindenképp fontos, hogy sose fogjuk tudni az összes igényünket egyből. Viszont az okos otthonnál megvan az a rugalmasság, főleg a mostani modern eszközöknél, hogy tudunk később alkalmazkodni. Tehát, hogyha odafigyelünk erre, hogy a bővíthetőséget, mint egy kritériumot megtartjuk, és ezt jelezzük is az adott telepítőnek, hogy figyeld, lehet, hogy én most nem fogok mindent kérni, de úgy szeretném ezt a rendszert megalkotni, hogy később, amikor nekem majd erre lesz szükségem, vagy arra lesz szükségem, akkor ezt szépen tudjam építeni. Hisz az okos otthon is olyan, mint a családi ház, hogy mindig lehet bővíteni, lehet kertet csinosítani, nem tudom, újra festeni. Az okos otthon is, de jó lenne ide egy okos kapcsoló, de jó lenne oda egy mozgásérzékelő, egy LED sor, ami karácsonykor világít. Tehát ezek végtelenek, de a fontos az, hogy a technológiánál tényleg figyeljünk arra, hogy ez bővíthető is maradjon. Egy gondolat még itt a vezetékes, meg vezeték nélkülére, hogy szerintem a vezetékesnél egy picit ráfókuszálunk, hogy amikor a vezetékeset kimondjuk, mint technológia, akkor alapvetően a busz alapú rendszerekre gondolunk, ahol tényleg végtelen mennyiségű kábel kell, de azért ne felejtsük el, hogy például egy riasztó okosításhoz, az vezetékes ugyanúgy, tehát ugyanúgy, csak ott egy UTP kábel. Igen, ott egy UTP kábelt használunk, de ugyanúgy UTP kábelt használhatunk arra is, hogy különböző impulzusokat küldjünk, hogy nyissunk, vagy zárjunk egy relét, legyen az most egy kapu, mozgató, elektronika, vagy legyen az mondjuk az öntözőrendszer. Ott is kvázi csak a szelepeket nyitogatod és zárod, amiket impulzusok segítségével érsz el. És az is egy vezetékes rendszer valahol, hiszen kábelen utazik az adat. Vagy én gyakorlatilag azt látom ebbe a vezetékes rendszerbe, hogy azt kell az emberek meg a villanyszerelők fejébe felülírni, hogy ne 200 vezeték menjen egy lámpatesthez, ez kapcsolóhoz, hanem ez tényleg ott legyen a nullától elkezdve minden, hogy bármikor később ezt lehessen. Fix fázis, fix nulla. Igen. És onnantól kezdve már nincsen probléma. És termosztátnál is ne 200 vezeték, amihez hozzá lehet rakni az 5000 forintos termosztátot, aztán utána az okos termosztátnál meg pislog az ember, hogy mi a francot UTP csináljunk. UTP 8 szál van benne, azzal már a világot lehet uralni kis túlzással. Ami nekem még így ja, Gyula szavai kapcsán felmerült, hogy mit jelent a bővíthetőségnek a lehetősége. Tehát egy nagyobb központi egységet, vagy tehát mit értesz a későbbi bővíthetőség megteremtésének a lehetőségén? Mindenképp itt már szóba jön a központ, tehát gondolhatunk itt a piacon lévő többféle megoldásról. Itt az a lényeg, hogy nyilván olyan megoldást válasszunk, hogy az eszközök, amiket támogat ez a központ, azok nagy és széles skálában elérhetőek legyenek. Darabszámban, vagy sávszélességben, tehát lehet, vagy... Tehát itt több dolgot vettünk figyelembe, és itt már ugye kezdünk egy kicsit mélyebbre lépni a technológiai szinten, mert itt már nem lesz mindegy, hogy wifi-s eszközökről beszélünk, Z-véves rádiós eszközökről, vagy Zigbee-s rádiós eszközökről, hiszen mindegyiknek más a karakterisztikája. Tehát egy wifi-s rendszernél nyilvánvalóan a wifi hálózat minősége fogja meghatározni, hogy hány eszköz bír el az épp adott otthon. A wifi hálózatot manapság elég jól lehet fejleszteni, van rá nagyon sok elég jó minőségű eszköz, tehát gondoltok itt Mikrotikre, Ubiquitire, ugye a Unify-ra, akár a TP-Linkre is, míg ugye Z-Wave Zigbee-nél ott magának a hálózati protokollnak van egyfajta limitációja, hogy hány eszköz bír el a mesh egy koordinátorral.
ezeket ott már figyelembe kell venni. De a lényeg az, hogy bármelyiket is választjuk ezek közül, és itt jön képbe, hogy a vezeték nélkül rendszerek bővíthetősége nyilván egy sokkal könnyebb feladat hosszú távon, hiszen nem kell fúrni, faragni, új eszközöket lehet bevonni, stb. Itt általában én azt szoktam mondani, hogy a vezetékes és vezeték nélküliek hibrid megoldása a legideálisabb. Tehát egy gerincet kiépíteni. Egy gerincet kiépíteni, amit később vezeték nélküli technológiák felhasználásával tudunk bővíteni, hisz nagy valószínűséggel az lesz a legegyszerűbb. De ide tartozik szerintem az is, hogy a kiállásokat megteremtjük, még hogyha nem is építjük be, és ha esetleg vezetékes eszközt akarunk beszerelni, akkor azt utólag mindig meg tudjuk tenni. Csak itt ugye megint az lesz a limitáció, hogy mennyire tudunk előre gondolkodni, ami nem várhatunk el, hogy a végtelen ideig előre lássuk a jövőnket. Tehát ezért szerintem mindenképp legalább hibrid megoldásba, de a vezeték nélküli rendszereket mindenképp meg kell fontolni. Így, hogy benne vagytok nyakig ebbe az egészbe, a vezeték nélküli rendszerekből szerintetek melyiknek van hosszú távú jövője? Mármint itt technológiai szempontból. Kezdem én, ha megengedte Gyula. Megmondom szintén, hogy szerintem a ZigBee és Z-Wave, illetve majd az erre épülő Matter, mint technológia, vagy mint protokoll. De ezekből is van már többféle. A Z-Wave 500, Z-Wave 700. Igen, meg az ZigBee-ből is 3.0, meg egyéb lófaszok, tehát folyamatosan halad ez is. Itt csak világért nem fagyasztanám Tomiba a szót, de pont ezért... Pont ezért, ugye, amit említett a Tomi, a Matter, amit ugye a legnagyobb cégek, lásd Google, is beleszálltak, hogy standardizálják ezt a vezeték nélküli kommunikációt az eszközök között. És ez a Matter pont ezt fogja megoldani. Tehát hosszú távon az lesz a jövő nagy valószínűséggel, hiszen központosítja a standardeket, viszont... Ha jól tudom, az összes például ZigBee képes eszköz az fogja támogatni a Matter-t, sőt, most már lehet kapni olyan IKEA-s eszközt is talán, ami rajta van a Matter logó, tehát meg a Philips Hue-nél is ugye ezek léteznek, tehát ez biztos, hogy egy olyan irány, ami jövő biztos, de én azt mondanám, hogy a Wi-Fi az meg fog maradni velünk nagyon sokáig. Aha, tehát igen, ez lett volna igazából a kérdésemnek a lényege, hogy most 5 évente ki kell cserélnünk az összes relét meg egyéb francot, mert generációváltás, tehát szabványváltás, meg minden egyéb van, vagy láttok olyat akkor ezek szerint, ami hát tartósabb lesz? Egyrésztről a ZV, meg maga a ZigBee-nek ezek a különböző verzió ugye visszafelé kompatibilisek, tehát hogy ez azért mindig szem előtt van tartva, és tisztességesen be is tartják hát a legtöbb gyártó. A Matter, ha összejön, mert azért egy nagy feltételezéssel élünk, az egy olyan absztrakciós réteg lesz ebben a történetben, szerintem legalábbis, ami ezeket a generációváltásokat biztosan el fogja fedni. A Wi-Fi meg, hát most nem tudom már hány éve van velünk, de biztos, hogy most már évtizedekben mérendő. Nem hiszem, hogy annyit változna a következő 30 évben, hogy ez bármit is befolyásolna. Tehát ha van egy Wi-Fi-s reléd, akkor az ország 30 év múlva is egy Wi-Fi-s relé lesz. Itt igazából azt kell venni, tehát hogy ez az embereknek hangozhat egy kicsit ilyen furán, de amikor Wi-Fi-ről beszélünk, akkor tulajdonképpen sima, standard, IT-ben használt IP hálózatokról beszélünk, ahogy ugye a számítógép is kommunikál. Uh-huh. Tehát az, hogy most Wi-Fi-n van, vagy épp egy kábel van bedugva neki, a protokollok szempontjából ugye semmit nem jelent. Tehát a Wi-Fi az csak egy rádiós technológia, amin keresztül IP csomagokat tudunk küldözgetni, és az IP csomagok azért jelenleg szerintem a világunk mozgatórugói, tehát az információs technológia az IP-re épül, lassan már minden eszközünk fog IP-t beszélni. Szóval én azt mondom, hogy ahogy fejlődik a technológia, és most már egyre több gyártó, ahelyett, hogy a Matter-re fókuszálna 100%-ba, már nyit az ilyen alacsony fogyasztású Wi-Fi csipek irányába is. És ahogy jönnek ezek az alacsony fogyasztású Wi-Fi csipek, ez azt is jelenti, hogy vezeték nélküli eszközök elemről tudnak Wi-Fi-re csatlakozni, anélkül, hogy havonta kelljen bennük cserélni. Uh-huh. És ez kinyit egy hatalmas lehetőséget, mert ahogy mondtam is, hogy a Wi-Fi, mivel az egy végfelhasználói szempontból is nagyon fontos, tehát a gépeink, a streaming szolgáltató, most már mindenki vezeték nélkül használja nagy részét, a telefonját, stb., hihetetlenül fejlődik. Ugye a Wi-Fi 6 megjelenésével nyilván az okos eszközök még nem követték le a Wi-Fi 6-os protokollt, de
ebbe az irányba is lesz fejlődés. Szóval én azt mondanám, hogy eddigi tapasztalat az, hogy a Wi-Fi talán a legstabilabb, hisz olyan protokollokat használ, amit mindenki a piacon, és nem csak az okos házakba, hanem akár tényleg a szerverek, a cégek, tehát mindenhol IP alapú hálózatok vannak, és ha az okos otthon is IP alapú, az szinte biztos, hogy jövőbiztos. A Zigbee és a Z-Wave-nél ugye a Matter egy olyan törekvés, ami segíti elfedni ezeket a rádiók közötti különbségeket, hogy a protokoll nagyjából egységes legyen, és ez is biztos, hogy működni fog, és lesz sok ilyen eszköz, mert tehát mondjuk egy Z-Wave-nek a fogyasztásával nem tud versenyezni a Wi-Fi, egyszerűen már annyira más a sávszél, hogy tehát a Wi-Fi-n ott megabajtokat is tudunk könnyen küldözgetni, a Z-Wave-en meg kilobajtokat küldözgetünk, tehát nincs szükség akkora energiafogyasztásra. És emiatt szerintem mindig is lesz a rádiónak létjogosultsága, tehát az alacsonyabb frekvenciáknak is. Az Z-Wave már legalább 20-30 éve itt van közöttünk. Szerintem a technológia még marad is jó pár évig, szóval nem hinném, hogy veszélyeztet minket az, hogy le kell cserélni. Plusz a cégeknek is, tehát a Silicon Labsnek is érdeke, hogy azok az Z-Wave chipek, amik kint vannak forgalomban, azok ne tűnjenek el, mert ugye az akkor nekik is érvágás, ugye ők license díjakból elég sokat kapnak. Tehát szerintem a reléket nem kell lecserélni, de ilyenkor nem hátrány, hogyha valaki egy céggel kivitelezteti az okos otthonát, hiszen akkor ez a cég tud nekik segíteni az eszközök cseréjében például. Tehát ilyen esetben, hogyha céggel van ez az egész átgondolva, akkor gondolom, hogy felméritek azt, hogy mi az, amit érdemes belekötni a rendszerbe, automatizálni, illetve okosítani az egészbe. Feltételezem, tehát az én logikám az világítás szerepel első helyen általában, gondolom. Világítás, árnyékolás és hűtés, fűtés, vezérlés. Ez talán a top 4. De, tehát én továbbra sem értem a fűtés, a hűtésnek még értem a logikáját, de a fűtésnek annak mi a logikája? Itt mondanék egy nagyon egyszerű példát, csak hogy pont volt egy nagyon, hát hogy mondjam, összetettebb szituáció. Ki úgy képzeljétek el, hogy van egy 370 négyzetméteres ingatlan, benne 30 darab padlófűtéskörrel. A 30 padlófűtéskör az nem egy osztógyűjtőn. A Zsolt mindjárt megmondja, hogy minek ennyi termózóna. Nem, ez nem termosztatikus zóna, ezek padlófűtéskörök, tehát nem ugyanaz, de még így is sok, tehát így is masszívan túl van tervezve szerintem. A lényeg az, hogy ezek nem egy helyen vannak, ezek az osztógyűjtők. Na most ugye ahhoz, hogy működjön a fűtés, vagy egy fokkal hatékonyabb legyen, egyrészt hogy definiálni kell a termosztatikus zónákat, mondjuk itt ebben az esetben az ügyfél hetet szeretett volna. Ez a hét, ez természetesen ebben erre a 30 körre úgy van elosztva, hogy nem egységesen. Tehát az egyik osztógyűjtőben van 2 darab padlófűtéskör, amit kell vezérelni, a másikban van 4, a harmadikban 5, tehát egy ilyen jó vegyes saláta a szituáció. És maga a vezérlés, ugye egyrésztről, hogy vannak rajta termoelektromos fejek, ugye azáltal nyitjuk vagy zárjuk az adott padlófűtéskört, alakítunk ki egy zónát. Oké, de mivel indítod el a kazánt, ami a ház másik végében van? És akkor itt jön az, hogy össze lehet rakni okos eszközökből egy olyan szabályozást, természetesen mindenféle biztonsági tartalékokkal, amivel kvázi egy okos fűtésrendszered van. És itt beszélünk relékről, termoelektromos fejekről és hőmérőkről. És ennyi. Tehát nem kész rendszerben, tehát egy fűtés okostesen, bocsánat, még egy utolsó gondolat, aztán hagylak szózutni, hogy nem feltétlenül kell kész rendszerben gondolkozni. Tehát nem arról van szó, hogy leveszem a polcról, bekötögetem és működik. Ennél bonyolultabb tud lenni egy fűtésvezérlés adott esetben. Itt a Tomi most leírt egy technológiailag kihívást, ahol az okosítás ténylegesen a szabályozást valósítja. De tudom, hogy Zsolt, te miért kérdezted ezt, mert hogyha most veszel egy új építésű házat, hőszivattyúval, szellőztetéssel, akkor ugye az a koncepció, hogy hozzá se kell nyúlni, mert mondjuk egy passzív háznál az önmagát ott szabályozgatja, külső hőmérséklet, felületi hőmérséklet. Nem feltétlenül erre gondoltam, inkább arra, hogy egy lakóépületen belül, ha nem ilyen extrém négyzetméterekről beszélünk, akkor nincs egyszerűen eltérő hőigényre szükség.
True, de például mondok valamit, hogy itt, ha megnézed, vannak okos termófejek a radiátorokon. És van 1, 2, 3, 4 darab radiátor, 4 darab okos termófejjel. Mindegyiket külön lehet állítani. Nyilván, ahogy te is mondtad, nincs sok értelme őket külön állítgatni, de például a fürdőszobait, hogyha mondjuk valaki megy zuhanyozni, az feljebb lehet tekerni. És akkor a fürdőszobában egy fokkal melegebb van. És ezeket például lehet, tehát a fűtés, ugye itt most ilyen kis, vagy elektromos, vagy sima radiátorról beszélünk, tehát itt aránylag elég gyorsan egy ilyen kis térbe érzed, hogyha valami melegebb, tehát ott a közelébe. És például itt tök sok értelme van, hogy amikor tudom, hogy mondjuk megyek fürödni, akkor a rendszer előmelegíti nekem a fürdőszobát, és akkor már úgy megyek be, hogy ott mit tudom, egy 3 fokkal melegebb van. És akkor az egy ilyen fajta kényelmi érzetet ad. Szóval ilyenekkel lehet játszani, de amit én vettem észre, hogy ott is miért szeretik az emberek, hogy persze okosítsuk a fűtést, ahol feltétlen nem kell, ez egy ilyen emberi tulajdonság, hogy szeretnénk mindent monitorozni, meg szeretnénk úgy érezni, hogy mi vagyunk a nyerekbe az otthonunkba. És már azt csak hozzátenném a hallgatók kedvéért, hogy 3 pasi ül a mikrofonok előtt, tehát a hölgyek azok teljesen mások, de egyébként igen. Igen, azt hiszem a statisztikánk az, hogy az ügyfeleinknek ilyen 75%-a 25 és 40 év közötti férfi. Családos férfi, úgyhogy lehet, hogy ez is közrejátszik, de az eddigi tapasztalat az, hogy szeretnék látni. Legalább látni, nyomon követni, gráfokat nézni. Szeretik az emberek bújni az adatokat, hogy működik a háznak a hőháza, még akkor is, hogyha nem is értenek hozzá. De egy idő után tudod, elkezdi érdekelni őket, látja a saját gráfját, elkezd googlizni, hogy akkor ennek hogy kéne kinéznie, mi az ideális fűtésgörbe, és akkor jönnek hozzánk, hogy figyelj, nézegettem a fűtést, valami itt nem korrekt a vezérlése. Nem tudom, én ezt egy picit most így lehet, hogy nem fogtok velem egyet érteni, de én azt gondolom, hogy alapvetően van egy házad, annak a háznak a hőigény az egyes szobákban nem lesz ugyanaz. Hiába van pontosan ugye az a centényi vastagságú szigetelőanyag, mert egyszerűen számít az, hogy honnan kapja a napot, honnan kapja általában a szelet, stb. Tehát akkor, ha ezt figyelembe veszem, akkor már csak az értéket képvisel, hogy nem egy manuálisan egyszer beszabályzott rendszerről beszélünk, ami egyszer akkor feltételezzük, hogy jól van beszabályozva, ami azért erősen kérdőjeles, mert ezt nem mindig szoktuk látni, de hogyha ez állandóan szabályzás alatt van, akkor szerintem igenis van létjogosultság az okos fűtésnek, hiszen nem feltétlenül a komfortérzetet, nem feltétlenül azt fogja elérni, hogy most akkor ebben a szobában 5 fokkal hidegebb vagy melegebb van, mint a mellette lévő szobában, hiszen csak egy válaszfaltégla van a kettő között. Egységes ízét ad. De hogy egységes, így van. Tehát, hogy azt érzed, hogy igen, itt valóban mindenhol ugyanaz a hőérzetem van, és nem az, hogy ott egy kicsit hidegebb van, akkor én onnan most elülök. Legalábbis nekem ez a én teljesen egyetértek. Én amúgy világéletemben lakásban éltem, ott nőttem fel, most is lakásban élek. És mégis, tehát én egy ilyen 100 négyzetméteres lakásban nőttem fel, és ott jelenleg egy termosztát vezérli az egészet. Ami általános, igen. Ami általános. Benne arra gondolom a van sok szoba közepén. Benne van a szoba nappali közepén, a legnagyobb légmennyiség, tehát amúgy ott hűl le, meg ott melegszik a legjobban. De nem is ez a lényeg, hanem érdekes, hogy amikor hazalátogatok, ugye szülő otthonomról van szó, tehát amikor én oda hazalátogatok, néha fázok. Mert mondjuk 19-20 fok szokott lenni beállítva. És akaratlan is oda megyek, nyomkodom, és ilyen rossz érzés van bennem, hogy ide kell mennem, nyomkodnom kell ezt a szerencsétlen, hogy a szobámban melegebb legyen. És, nem dukál ez már neked. De nem, hogy az a kényelmetlen ebben, hogy én, ugye az én szobában a legtávolabbi pontja annak a lakásnak. És fölfűtöm az egész házat. És fölfűtöm az egész házat, és kényelmetlenséget okozok a lakóknak, akik ugye hozzászoktak ehhez a kicsit hűvösebb atmoszférához, vagy környezethez, és van benne egy ilyen rossz érzés, hogyha csak az én radiátoromat akarom, hogy kicsit túlfűtsön, akkor miért nem tudom csak őt állítani? Tehát, hogy ez egy tök jó lenne, ha tudna. Most nyilván ez egy olyan igény, ami, és én ezért rágom már a fülét a szüleimnek, ugye, hogy ott állítsuk be normálisan az okos otthont, haladunk lassan, most, hogy már látják, hogy ezzel foglalkozott, talán jobban meg lehet győzni az embereket, de hogy szerintem
az emberekben van ilyen igény, és amit te is mondtál, hogy, hogy különböző hőigényed van, másik szoba, másik ember, tehát hogy ezt le tudja reagálni egy okos otthon. Meg azt ne felejtsük el azért most aktuál politikára egy kicsit rámenve, hogy tényleg egy fok hőmérséklet csökken, és az tényleg sok körülbelül 6%-nyi fűtési energia megtakarítást jelent. Tehát tényleg sok tud lenni, hogyha akár ki lehet kapcsolni bizonyos házrészeket, vagy ha mondjuk egy újszülött gyerek van, akkor csak a gyerekszoba 23 fokos, az összes többi megmarad a hagyományos szinten. Visszatérve erre a termosztátra, még csak egy gondolat elég, hogy nagyon jó barátaimnál volt ez amúgy szituáció, hogy egy darab termosztát, manuális, kimegy apuka, legyen tekerte, mert hogy melege volt. Fél óra múlva, fú, de nagyon meleg van, mi az Isten van, kimegy, hát megint magasan, megint fel van tekerve. Az kiderült, hogy így a feleségével így eljátszogattak egy fél napig, mire kiderült, hogy így kvázi háborúztak, hogy kinek legyen a megfelelő a hőmérséklet. Ezt én már lehet, hogy meséltem, nálunk a komputernek a Q7-es termosztátja volt, és azon be lehet állítani, azt hiszem a Siemensnek a Rev4-jén lehet beállítani egy fantom hőmérsékletet. Én csak kamuból kiírja? Nem kamuból kiírja, hanem mondjuk egy plusz egy fokot rá lehet tenni a valós hőmérsékletre, hogy azt írja ki, és akkor a páromat sikerült a 23 fokkal elhitetni, hogy hát az a 23 fok, az 23 fok. Ez zseniális. Még egy zseniális, ami a Tomi egyik kedvenc sztoria. Volt egy megkeresésünk, ahol elég sok komputern termosztátot kellett bekötni rendszerbe. Kimondhatod a nevét, mert adtak rá engedélyt. Mondd ki a nevét. Akkor a Várgesztesi villaparkra gondolsz. A Várgesztesi villaparkra gondolok, ahol ugye az összes villának a termosztátját bekötöttük egy egységes rendszerbe. Pont azért, mert előfordult olyan, hogy az történt, hogy ugye általában ők limitálni szokták, hogy a felhasználó milyen fok intervallumba tudja állítgatni a hőmérsékletet. Nyilván azért, hogy ne fűtsék agyon az otthont. És észrevették, hogy néha vannak ilyen brutális fűtési számlák bizonyos villáknál, ami elvileg nem fordulhat elő, mert ugye limitált, tehát mit tudom én, van május, és miért fűtenek valahol 26-28 fokokra, amikor tehát nem értették, és ezért is fordultak hozzánk, hogy ezt szeretnék monitorozni. És mint kiderült, az volt ilyenkor a háttérben, hogy a leleményes bérlő az egy fagyasztott virslit rárakott a termosztátra. Ugye a termosztát szerencsétlen 16-18 fokot mért, és fűtött, mint az őrült. Szóval azért ezért él még az emberiség, hogy ez ilyenekre rájön. Tehát szerintem ez zseniális a maga nevében. Voltam, most az árnyékolás, hogy ugorjunk át egy kicsit, ott voltam Budapestnek egy nívósabb kerületében megnézni egy házat, 250 milliós újépítésű házat, és ott a kivitelező eladó az büszkékedett azzal, hogy hát milyen fasza, föl van okosítva a ház, zsalúzia van, és hogy hát automatikusan fölhúzódik, lehúzódik, kinyitja, forgatja minden. Mondom, oké, csak hegyoldalban van az egész épület, van kint egy szélmérő kerék, tök fasza meg minden, de az egy bizonyos szél mennyiség, vagy szél erő felett felhúzza a zsalúziákat. Na most a konyha az az épületből szépen kinyúlt, padlóig érő izékkal, ablakokkal, meg mindennel, és akkor mondom a vevőjelöltnek, hogy kurva jó lesz, amikor te kimész egy kávézni alsógatyába, és a szélautomatika, vagy a fényerő automatika az kinyitja az izét, és az utcára gyönyörűen be lehet látni, hogy te egy szál azba, vagy egy szál izébe alsógatyába ott kávézol. És nem tudsz ellene mit tenni, mert a szél, ha a szélvédettség meg kell védeni a zsalúziát, akkor föl fogja húzni. Tehát annyira életképtelen dolgokkal találkozik az ember, amellett, hogy tök jó, hogy okos meg minden, de nem életszerű, ugye? Nem életszerű. Amikor nem gondolják át, hogy oké, de végre mindben ki fogott élni, mit fog csinálni, hogyan fogja csinálni. Tehát hogy valahogy ez a szituációnak az átgondolása, igen, az hiányzik. Igen. Valamelyik celeb mesélte, nem akarom nevét mondani, tudom, hogy melyik celeb, rádió műsorában, hogy volt olyan, hogy azért késett el a reggeli... Ami a melyik csatornán fut? Azért késett el a reggeli rádió műsorból, mert az okos otthon az lezárta magát, tehát nem engedte ki őket, mert volt egy áramszünet, nem csatlakozott vissza a rendszerhez, seredőnyöket nem húzta fel semmit, és az egész család úgy, hogy jól beszólult. Garázskaputól, mindenestől. Az gyönyörű. Van egy jó okos otthon cég, ezt javasolod nekik szerintem. Jó. Bocs, abbajtam a reklámozást. Szokásos, állandó. Igen, amúgy most is olvastam, ugye én eléggé követem a különféle ilyen okos otthonos Facebook csoportokat, és ott is feljött ez, hogy,
hogy a feleség kizáródott. És ilyenkor, tehát kétségbeesve ír be a kolléga, ugye, hogy mi történhetett a rendszerével, mert hogy általában ez eddig tök jól működött, csak most az a baj, hogy pont a felesége záródott ki, ez az egész okosotthon projekt kvázi veszélybe került, és hogy ő szeretné most ezt valahogy stabilizálni ott a rendszerét, hogy... Véletlenül. Igen, tehát hogy ez sajnos egy olyan dolog, hogy az okosotthonnál, tehát azzal számolnunk kell, hogy ha nem gondolunk előre, és nem figyelünk oda, hogy robosztus legyen a rendszerünk, akkor bizony előfordulhatnak bakik. Például nem nyit az okoszár, elfelejtettünk kulcsot vinni, mert már megszoktuk, hogy ott az okoszár, és akkor nem kell kulcsot vinni. Ezekre van, amire fel lehet készülni. De az emberi hülyeségre, fagyott virzslire, meg a fagyott virzslire nem, viszont ilyenkor jön képbe, ugye, hogy lehet monitorozni is a rendszert. És sokszor... nagyon hasznos visszanézni, tehát sok ügyfelünknél volt már, hogy jött valami hiba bejelentés, és jól vissza tudtuk nézni logokba, hogy mi történt, kikapcsolta fel. Ugye most már fókuszálunk arra, hogy ahány felhasználónk van egy adott rendszerhez, mindenkinek adunk egy saját belépési felhasználót, accountot akartam mondani, de már nem tudom a magyar szavakat, és az a lényeg, hogy így nyomon tudjuk követni pontosan, hogy ki kapcsolt fel mit, ki indított el mit, és hogyha valami baj van, akkor meg tudjuk mondani, hogy ez nálunk volt egy rendszerhiba, vagy valaki véletlenül a mobilján oda kattintotta, ahova nem kellett volna. Ez csak saját példa, hogy nálunk most lesz, hogy bejárti ajtócsere. Mondtam a feleségemnek, hogy azonnal okozzár, tehát az lesz a legelső. Ugyanis nálunk az a 10-ből 9 esetben, én hazamegyek több száz kilométer vezetés után, pisit kakit már a végén tartalékolom haza, de az úgy van kiszámolva, hogy én beállok az autóval, földugom a töltőre a kocsit, és berohanok. És magadat is feldugod töltőre. És magamat is feldugnám töltőre, ha be tudnék jutni. De ő rendszeresen szépen lezárja, behagyja a kulcsot. Persze. Egyszerű lenne egyébként, mert 10.000 forint egy kuplungos zárszerkezet, és akkor ki tudom lökni az ő kulcsán gyakorlatilag kívülről, de mindegy, tehát ez rendszeres, és akkor most vagy az van, hogy én már nem bírom ki, hogy körbe menjek a garázs felől, akkor az először meglocsolom ott az almafát, vagy a fenyőfát a szomszédok legnagyobb örömére. Ezt akartam mondani, hogy hátul kell a kerbe egy elnékszik, aztán kész. Tehát, és mondtam neki, hogy abszolút okos. Vagy az órámat odaérintem, vagy úgy lenyomat, vagy valami, de nekem ez kell, mert ez annyira ki. És mondom, 10-ből 9, most biztos vagyok benne, végzünk este ilyen 10 óra körül, 11 körül hazaérek, és biztos vagyok benne, hogy megint bent lesz az árba a kulcs. Csak egy szituációt ott eszembe, ez igazából csak egy ilyen, egyelőre még nem történt meg, de kíváncsi vagyok, hogy mikor, hogy okoszár, meg Alexa. Tehát ugye, hogy ugye hangalapú asszisztens, vagy hangasszisztens, meg az okoszár. És ugye meg lehet azt csinálni, hogy ugye az Alexával vagy a Google-lel ugye kinyitatod. Nem az ajánlod. Nem ajánlod. Csak nem ajánlod. Azt próbálom elképzelni, hogyha valaki kizárja magát, és elkezd beüvölteni a saját házába, hogy beengedje. Az szerintetek meg fog történni, mert szerintem... Hát, hogyha valami megtörténik, akkor én egy erős dádát adnék annak, aki megtervezt azt a rendszert, mert az, hogy kívülről behordibálva ki tudom nyitni de, az de, hogy ez na, de, lett, de hát az... a telefonon, tehát én most átváltottam, kiztam az összes Alexát otthonról, és átváltottunk Google Home-os rendszerre, de hát a telefonon... Ha don't worry. Oké, ezt most ki kell majd vágni, mert tudod, hogy hát tényleg, majd ki kell sipolni a podcastbe is, mert majd jönnek a felháborodott kommentek, hogy bekapcsoltuk mindenhol a hangasszisztenseket. És a telefonom van ugyanúgy, tehát én rá tudok szólni, hogy nyissa ki a kaput. Neki hát vinnyogni? Nem, csak előre gondoltam, hogy lenémítottam mikrofonját. Úgyhogy igen, hát ez egy jó kérdés lesz, hogy... Egy kérdésem viszont lenne, mert nekem ezzel sosem visszatérve egy gondot elég az árnyékolás technikára, hogy... A zsalúziának az okosítása. Én ott elvesztem. Tehát én azt nem tudom, hogy az hol éri meg, vagy miért jó. Ugyanannyira, mint a redőny. De nem, mert a redőny az én értelmezésemben valamennyire azon túl, hogy árnyékol, el lehet egy biztonságtechnikai szerepet is. Oké, tudom, hogy most a nyilázárosok felhördülnek egységesen. Nem, ebben egyetértünk egyébként. Én is azt mondom, hogy egy redőny az biztonságtechnikailag is
megakadályoz legalább 5 percig megakadályozza azt a betörőt, hogy bejusson. De nem ördül senki, tehát ezt tanítják, hogy az meg optikailag. Tehát... Optikailag, igen. De most egy zsalúzia ehhez képest ugye pont nem ér ilyen. Hát de optikailag az is. Hát ha zárva van, de ha ez a szél automatika kinyitja, akkor cseszhet, vagy felhúzza, akkor cseszhet. Na szóval ez az, hogy, és ezért nem igazán értem, hogy a zsalúzia hogy jön vissza, mert oké, értem, be lehet állítani a dőlésszögét, nagyon jó, hú, fenszételt, ilyen izgalmas dolog, de hogy tényleg annyit ad. Nincsen zsalúzia, úgyhogy itt kell meggyőzni. Csak. Rettenetesen drága, és nagyon sokannak, nagyon sokaknak van egy tévképzete, tehát nagyon modern, kurva jó minden. Igen, ahová én beterveztem, annak ellenére, hogy elmondtam, hogy szerintem nem lesz oké, hogy minden, utálják, mint a szart. Mm. Tehát egyszerűen nem élhető, most családi ház szinten igen. beszélünk, és nem egy budai villáról, ahol hozzátartozik a látképhez, nem élhető egyszerűen. Igen. Tehát az egy nagyon jó katalógus árnyékolás. De praktikus, ugye? De várjatok. Most én vagyok. Kinézett, neked is redőny. Redőny, akkor... de nem az, hogy, hanem csak azt akarom megérteni, hogy mi a praktikusságának a fő problémája. A magának a zsalúziának? A zsalúziának. Hát pontosan az, hogy egyrésztről zajos. Tehát ha nem raksz hozzá egy szélautomatikát, és fújja a szél, azt mondják, hogy rohadtul zajos, még egy jó, családi ház kertben. Veri a szél. Rezgeti a szél, és van egy ilyen izél. Ha felhúzza a szélben az automatika, akkor előfordulhat az, hogy tök váratlan pillanatban húzza fel. Tehát nem tudsz tévézni, vagy éppen pont egy alsógatyába ücsörögsz a nappaliba. Más ne is említsünk. Vagy más. és biztonság technikailag sem feltétlenül jó az, hogyha ha a zsalúziák felhúzódnak automatikusan és belátni. Tehát ja, most... ja, hogy annyit látsz, hogy az illetéktelen beadolott a szélmérőt így fújja nagy idővel, és akkor a zsalúzia egyszer csak kinyit. Na, erre még nem gondoltam, adtál egy ötletet itt a porszívóval fújják. Porszívóval. Tudod, mi van nálatok? Púrhap, hogy kifújjátok a riasztót? Ja nem, csak porszívó, hogy a zsalúziákat felnyissuk. Gyönyörű. Nem tartom életszerűnek. Ennek ennél biztos, hogy van, ahol jól működik. Én még nem tapasztaltam azt, hogy... Csak azért most kaptam egy megnyugtatást, mert hogy amikor beszélek ügyféllel, akkor ugye ez mindig feljön, mint téma, ahol ugye zsalúziát szeretne, és így egyszerűen nem tudok neki jó választ adni. Nem tudom azt mondani jó szívvel, hogy persze, jó lesz a zsalúzia, csináljuk meg, mert neked ezért és ezért jó lesz. Én még amikor kiviteleztem egy akkoriba, tehát az már jó 10 éve volt, akkor építettünk egy 200 milliós villát Óbudán, és ott is meggyőztem őket, hogy oké, okay, hogy, uh-huh. hogy divatos, meg nagyon modern a ház, meg minimalista, meg minden, de nem kell nektek a zsalúzia, jó lesz a redőny, és azóta se áldják azért, hogy redőny van, ő szabályozza, ő húzza le, nem izél, rettenetesen szeles, tehát az kiderült így a 10 év volt lakás után, hogy kurvára szeles, uh-huh. az esetek 50%-ába föl lenne húzva a zsalúzia, viszont a nem tudsz annyi hűtési kapacitást beépíteni, hogy felhúzott vizékkal le tud hűteni a pontosan, házat. Pontosan. De jó, nincs tapasztalatom annyi a zsalúziákkal, tehát ahogy látjátok, itt is redőny van, de azt megértem, hogy valaki zsalúziát akar, mert tényleg rohadt jól néz ki. Tehát ezt aláírom. Tehát dizájn szempontjából szerintem azért sokkal jobban néz ki egy igényes, sem megválasztott zsalúzia, mint mondjuk egy redőny, de azzal egyetértek, hogy ami nagyon szeles helyen van, oda valószínűleg a zsalúzia nem ideális választás. Na de Gyula, honnan fogod tudni, hogy az időjárás hogy változik? Pontosan. Tehát én 10 éve lakom azért... ott, ahol lakom, az elmúlt 6 évben kibírtuk klíma nélkül. Én már nagyon nyögvenyelve, de a feleségem klíma nem lesz, mert ő nem bírja, nem szereti ezt a légfúvásos izét. 4 éve fönt van, kell. Nem tudunk egyszer létezni nélkül, és nem azért, mert szar lett a háznak, szarabb lett a hőszigetelés, és egyszerűen felmelegettünk. Változnak a körülmények, tehát ahol én élek, ott pont a szél az olyan, hogy amikor megismertem a barátnőmet is jártunk, mert tehát ugye a anyós meg apóshoz közel lakunk, úgyhogy azért tudok így referálni, tehát amikor megismertem 8 évvel ezelőtt, szignifikánsan kevésbé fújt a szél, és ezt most halálőszintén mondom, nincsen nyilván empirikus mérésem rá, mert tudom, hogy ez egy időjárás állomást azért megnéznék az elmúlt 10 évben. De hogy ténylegesen, és nem én mondom egyedül, hogy sokkal jobban, erőteljesebben fúj a szél, vagy állandóbb. És erre rá is tudunk kötni akkor gyakorlatilag az öntözőrendszerekre, ami szerintem megint egy olyan okosítható rész, aminek így, hogy
hónapokig tartó szárazság van, aztán jön egy özönvíz, így azért egyre több értelme lesz. Abszolút, abszolút. Itt akkor egy pici promót bedobnék, vagy legalábbis azt, hogy mi például mit adunk, mert az öntözőrendszer keretében. Mm. Tehát alapvetően egy öntözőrendszer hogyan működik, csak hogy nagyjából meglegyen mindenkinek. Vannak körök, ugyan, nagyon hasonló, mint egy padlófűtéskör amúgy, mármint elméletben. Fűtöd a gyepet? Igen. Tehát vannak körök, amiket ugye szabályozol, kinyitsz egyet, megy a víz, lezárod, nem megy a víz. Általában ugye egyszerre többet, vagy egyszerre egyet, vagy kettőt nyitsz ki, mert ugye többet nem bír a szivattyú. Nagyjából ennyi a kicsi sokszor a száma nagyjából, tehát ennyi az alaprendszer. És akkor ehhez jön az, hogy figyelembe lehet venni, hogy esik az eső, ez mondjuk a legalapvetőbb, akkor figyelembe lehet venni azt, hogy mondjuk mennyire nedves a talaj, ez már kevésbé gyakori, és akkor jön az... Ennek lenne a legnagyobb értelme, szerintem most így a nagy özönvizek, nagy szárazságok után, nem? És akkor itt jön az, hogy én ezt viszont meg nem cáfolnám, csak hogy szerintem van ennél jobb megoldás, mert azt mondod, hogy végtelen mennyiségű adatunk van arról, hogy milyen az időjárás. De, és itt most nem kell feltétlenül egy helyi időjárás állomásban gondolkozni, de hogy van erre szolgáltatás, amin keresztül le lehet kérni, hogy mennyi az UV, mennyi csapadék esett az elmúlt időszakban, mi a páratartalom, hőmérséklet nyilvánvalóan, tehát 1001 csilliárd adatot. És ebből az 1001 csilliárd adatból lehet számolni, hogy te neked van egy mondjuk egy 10 perces öntözési ciklusod, be van állítva alapból, de figyelembe véve az időjárást, és itt most ugye visszamenőleg meg a tervezetet, tudod befolyásolni ennek a ciklusnak a hosszát. Ami szerintem, tehát ez egy hatalmas elem, pont ez, hogy egyszer nagyon sok eső esik, aztán meg hatalmas szárazság van. Akkor az öntözőrendszered ezt kezelje le, igenis, és azt mondja, hogy amikor hatalmas esők vannak, akkor ne essen, de ne akkor ne, bocsánat, akkor ne öntözön, de ne akkor ne öntözön, amikor esik az eső, hanem vegye figyelembe az összképet. Abban nem, tehát lehet, hogy te tudsz egy olyan honlapot, vagy olyan elérhetőséget, ahol megjósolják. Fél órára nem tudják előre megjósolni az időjárást. Itt főleg inkább az elmúlt időszaknak az időjárására gondolok. Tehát De arra meg nem jobb lenne egy helyi lokációs időjárás állomás? Az a legtökéletesebb. Mielőtt belementek itt, a Tomi elmagyarázta nagyjából, hogy ugye hogy működik maga az öntözés. Tehát az öntözés maga a működés, ez tök egyszerű. Ugye vannak a kis szelepek, meg az öntözőfejek, megnyitjuk a csapot, folyik a víz, elzárjuk a csapot, nem folyik a víz. Az, amit te feszegetsz, hogy hogyan tudjuk eldönteni, hogy mennyit öntözünk, és mikor, tényleg mennyi ideig, ez a kulcs, mert igazából jelenleg hogy öntöznek. Pont beszéltem egyik ismerősömmel, hogy nála, a szülei vidéken hogy öntöznek. Tehát régen a szülei úgy intéztek, hogy megnyitják, locsoltak, slaggal, elzárták, és jó. Ő utána annyit csinált, hogy becsövezte a kertet, és most csak annyit csinálnak a szülei, hogy este megnyitják a csapot, ugye a csőből folyik ki a víz, megöntözi ott a növényeket, és ugye a növényeknek van egy ilyen tulajdonsága, hogy ahol a víz van, így arra gyökereznek inkább, és így hozzászoknak, hogy mindig ugyanonnan jön ugye a víz nekik. Tehát ennek ilyen előnyei is vannak. De azt mondta, hogy ezzel ő már nagyon sok vizet megspórolt. És ebből látszik, hogy ilyen apróságokkal már mennyi vizet lehet spórolni, és egy jól beállított rendszerrel irtózatosan sok vizet meg tudunk spórolni, mert a nyári időszakban az emberek van, hogy naponta locsolnak. Hát kell is, tehát kell, ugye, hivatalosan úgy van, hogy a gyepet... Igen, de nem szabályozott pontosan, hogy hány litert... Használnak már ugye időjárás állomással egybekötött hiperfancy hunter locsoló rendszereket, de például most ugye a mi rendszerünkkel kapcsolatban ki is telepítettünk nemrég egy hiper-szuper új algoritmusra épülő öntözőrendszert, és most azt igazából monitorozzuk, hogy működik, de ott az alapvető logika az négyféleképpen épül fel. Van az egyik, a legalapvetőbb, hogy csak internetről jövő adatok alapján állítjuk be az öntözést. Ez nyilván a legkevésbé pontos, hiszen nem biztos, hogy találunk az adott lokációhoz tartozó pontos adatot, tehát nem tudom, egy adott kerületre, ha találjuk, nem biztos, hogy ott arra a házra is igaz. A következő lépés az, hogy vannak valami alapvető szenzorok, tehát tudom én, egy nagyon alap időjárás állomás, ami mondjuk méri a hőmérsékletet, a szelet. Ez már egy egész pontos értéket tud, ha kombináljuk az internettel. És ugye a legkomolyabb, amikor egy olyan időjárás állomást rakunk be,
ami már az eső mennyiségét is tudja mérni, ne adj Isten a földnedvesség tartalmát is, és ha ezt is egybe, az a legdurvább pontosság, de most mi pont azt próbáljuk megvizsgálni, hogy mi az a szint. Tehát például csak internetes megoldás, az mennyivel pontosabb, mint mondjuk amikor az ember beállította a kis automatizálását. És a logika az nagyon komplex. Tehát én azt hittem, hogy az öntözés, tehát én nem vagyok ez a kerti ember, ugye mondtam, hogy lakásban nőttem fel, tehát nekem az öntözés, kimentünk, meglocsoltuk szőlőtövébe, odaraktuk a slaggot, folyattuk a kútból, és elég volt ugye gyerekkoromban. De most így belementem kicsit mélyebben az algoritmusba és a számításba, ugye azt csinálja, hogy megnézi, hogy előző nap volt-e csapadékmennyiség az adott lokációba. Ez 100% pontosság. Hogyha van időjárás állomásod, pontosan tudod, de internetről is elég jól tudod, hogy esett-e ott eső. A következő, ami szerintem zseniális, és ebben nem gondoltam bele, hogy a Földnek van egy párolgási együtthatója, ami növénytől is függ, tehát a növényzettől, hogy mi borítja ugye az adott földterületet, és a lokációtól is. Tehát Magyarországra, akár megyékre is le lehet kérni pontos adatokat, és növényzetre, tehát gyümölcsösnek más a párolgási együtthatója, mint mondjuk egy tiszta gyepnek. Ugye a gyep az, ami a legjobban párolog, mert ugye a nap teljes mértékben éri, nincs árnyék. Veszi ezt a párolgási együtthatót, megnézi a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát az adott időszakba, és a szelet. Mert ugye, hogyha alacsony a levegő páratartalma, jól fúj a szél, és még meleg is van, akkor ugye a párolgás sokkal intenzívebb. És ezek alapján számolja ki, hogy mennyit kell locsolnunk. És én őszintén ezekbe belesett, mert a csapadékba igen, ha esett tegnap, akkor nem locsolok. Mm. De abba, hogy mennyire süt a nap, mi a levegő páratartalma, mennyi ideig sütött a nap, milyen erősségű szél fújt, ezek tök logikusak, mert belegondolva én is gyorsabban száradok meg, ha fúj a szél a Balatonparton. De ebben én nem gondoltam bele, hogy egy száraz földnél az ott mennyit ad hozzá. És most nézzük az adatokat, együtt dolgozunk az ügyfelünkkel, hogy próbáljuk optimalizálni a rendszert, és azt látjuk, hogy szignifikáns a befolyása az időjárás. És ez családi házas ügyfél? Családi házas. Aha. Mert pont ezen gondolkodok, hogy ez hol éri meg. Tehát nagyon jó ilyen geek dolog lehet, de az, hogy most halványzöld az egyik oldalon a gyep, és méregzöld a másik oldalon, és nem golfpálya van a kertünkben. Valakinek ez fontos. De itt a szomszéd nője meg a fűje mindig zöld. De szerintem ez egyre fontosabb lesz a vízháztartás miatt. Valószínűleg igen. Tehát nem, valószínűleg nem az a fontos, hogy melyik oldal zöldebb, hanem hogy mennyi vizes kóroz. Igen, ezt aláírom. Nálunk is a kút kiszáradt az elmúlt 2-3 évben, tehát most kell nekem is locsoló vízmérőt. Ezért igen. Ne kelljen a csatorna díjat fizetni, és rohadt sok pénzzel megy arra, hogy szép zöld legyen a fű, amit hát teleszarnak a vizslák, de mindegy, az már megint más téma. De ettől lesz szép zöld a fű? Igen. Amúgy nem, egyébként a kutyapisítő, meg a kutyaizét attól kiépont. Ki marja, igen. Viszont ebből látszik, hogy ez az egész öntözési technológia, ez egy külön mágia, egy külön szakipar. Hihetetlen, hogy mennyi van benne. Vagy mennyi tud lenni? Itt visszacsatolva, hogy az okos otthon maga amúgy ilyen szakiparoknak a meccés pontja igazából. Tehát itt ugye a fűtés, gépészet. Igen, és eddig volt az, hogy ugye volt a villanyszerű, meg a gépész, és ennyi. És akkor itt belefutunk abba, hogy ugye van a belső építész, mint szakipar, benne van ugye itt a kerttervező szakipar. Tehát, hogy azért gyűlnek a kis ágacskák, hova kinyújogatunk. Igen. Háztartási eszközök integrálásán mit értettél? Azért raktam bele, mert igazából ez megint csak ilyen vitaindítónak, mert hogy továbbra sem értem, hogy miért van a háztartási eszközökben bármilyen wifi-s vagy bármilyen más technológia, amitől, és itt most nem fogják látni a hallgatók, de hogy okos, tehát hogy idézőjelesen okos. Miért? Mitől jó az? Erre nekem az a teóriám, hogy mitől, és majd most már tényleg élesíteni fogom előbb-utóbb, hogy mitől okos egy tégla. Tehát nincs ilyen az meg, hogy okos tégla, ja, nincs rá szükség. Ja. Meg a cserepeken a 8. réteg bevonat, ilyen-olyan bevonat, az nincs rá szükség. Három után teljesen fölöslegessé vált az egész. És gyakorlatilag ez csak arra szól, hogy minden évben kijöjjön egy új termék, amit el lehet sózni az emberekre, és lehessen azt mondani, hogy ez az előzőnél
fejlettebb. Gyula, ingatod a fejed. Persze, hogy neki van, neki mindig van valami jelenlő. Érzem, hogy 2v1-be kerültem, de szerintem amúgy a cserépre visszatérve tök sok fantázia lenne, hogy a cserepekbe szenzort rakunk, ami ugye az UV-t ott helybe tudja mérni. Ugye vannak már cserepek, amikben van napelem. Igen. Tehát, hogy ott mert már akkor... Egy darab cserébe kell raknod, egy cserepekbe. Hát jó, mondok ilyet, hogy amikor például jégeső, valami masszív, és jelezné, hogy ő eltörött, és cserélni kell. Hát ez szerintem fantazmagória. Amellett, hogy én örülök, annak örülök, hogyha az embereket a cserépre rá tudom beszélni, és nem ezt a rohadt cserepet rakják fel. Így belegondolva nem lesz olcsó egy olyan cserép, igen, amiben mindegyik. Képzeld el, a hullámpalára így rárakják az okos cserepet. De gondoljatok bele, hogy időjárás állomás beleépítve a cserébe. Tehát nem azt mondom az összesbe, de hogy ugyanúgy néz ki, mint a cseréped, tehát beleillik a cserép típusba, de mondjuk tartalmaz időjárás állomást, és mivel ugye napelemes, ezért tudja önmagát. Ugye, amit neked mutattam itt időjárás állomás, hogy ekkora, tehát az ekkora az azt jelenti, hogy mit tudom, ilyen 6 centiszer 1 centi kis napelem van rajta, és az elég energiával ellátja, hogy a kis szenzorai működjenek, és jelet tudjon adni. Tehát, hogy miért ne lehetne egy, nem azt mondom, az összes cserép, nyilván az rohadt drága lenne, de hogy egy darab cserép, ami beleillik abba a típusba, azt így kirakod, és fenn van tök jó helyen, a nap 100%-ba éri, az időjárás viszontagságai bőven érik. Valószínűleg szelet nem fog tudni mérni, de páratartalom, légnyomás, hőmérséklet. Ez egy háztartási eszköz. Az a legnagyobb baj. Hát a cserepet a Zsolt dobta, mint háztartási eszköz, meg az okos tégla. Jó, szép volt. A legnagyobb baj, jó védés volt, igen. A legnagyobb baj az egészen, nem tudom, az meg mit akartam mondani. Na, térjük vissza az IoT-s izékre. Tehát ugyanaz a véleménye, mint Tamásnak, hogy nem látom értelmét az okos. Pont ma hallgattam vezetés közben, hogy reklámban, hogy ó, hát elmentem a piacra, és hát nem tudom, hogy mit kell venni, és megnézem a, azt tudja, milyen hűtőnek a kép. Candy hűtő. Candy hűtő, azt reklámozzák. Szerintem ezt én is hallottam. Hogy megnézem, hogy mi hiányzik belülről, mert van belül egy kamera, meg hát az meg. Tehát ezek tényleg, és az a legnagyobb, nekem ezekkel az a legnagyobb problémám, hogy ez pont az okos otthonos dolgoknak rontja a renoméját. Tehát pont ezekkel blamálják el az egészet, hogy a nagyon sarkosan gondolkodók, azok pont ezzel példáloznak állandóan. Igen. Jó, elfogadom, amit mondotok, de mondok példát, ellenpéldát. Érveljünk mindkét irányba. Mi egyetértünk, tehát nem kell érvelni. Ja, én nagyon pozitívan csalódtam a Bosch-nak a Smart Connect-es például beépített sütő, mikro, stb. Ott a sütőnél ugye az egy elég tűzveszélyes eszköz tud lenni. Tehát ott az okosítást mindenki így hőzöngve fogadja, hogy jó, de hát távolról ráindítod a sütőt, nem vagy otthon, leég a ház, stb. Ez tök jogos. És úgy csinálták meg, és ez szerintem ez nagyon jól ki van találva, hogy egy ilyen tekerővel beállíthatod, hogy remote vezérelhető módba rakod a sütőt. Tehát külön fizikálisan engedélyezned kell a sütőn, hogy távolról lehessen vezérelni. De ha azt beállítod rajta, utána mindent le tudsz kérdezni róla. Tehát minden adatot elad, belső hőmérséklet, futási idő, a következő program, az előző program, tehát amit akarsz. Tehát a két program között ki kell nyitnod azt a szerencsétlen sütőt, hogy berakd a következő. Ez a része teljesen tiszta, de mondok példát, pont édesanyámtól, akinek nem ilyen sütője van, részben az én hibám, ugye nyilván anyák napjára azt is adhattam volna, de nem azt adtam, a virágnál megálltunk. De az a lényeg, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy mondjuk édesanyám csinál valami süteményt, és nagyon sokszor előfordul, hogy ki kell ugranunk mondjuk keresztanyámékhoz, meg kell őket látogatni, ő begyúrta a sütit, ugye már előző nap, a tésztát, viszont annak a tésztának kell mondjuk egy óra a sütőbe, 180 fokon. És akkor milyen jó, hogy ő berakhatná, mert kelni a sütőbe is tud az a tészta, berakná a sütőbe, elmegyünk keresztanyámékhoz, ránéz az órájára, oké, egy óra múlva kb. Hazaérünk, mert már beszélgetések a vége felé járnak, ráindítja, hogy akkor induljon be a sütés, hazaérünk, veszi ki, már csak vágja félbe, keni meg lekvárral, stb. Stb. Tehát, hogy ennek szerintem van létjogosultsága, és ez működhet ahhoz képest, hogy nem automata. 58.
De mi 40 körül járunk, én legalábbis 40 fölött vagyok már. Nekem a párom eléggé geek a maga szintjén, tehát a többi nőhöz képest, és ő sem fog ezzel foglalkozni. Nekem meg lenné késem, hogy a felennyibe kerülő sütőben, amiben be lehet állítani az időzítést, az miért más ebben? Mert nem tudom a pontos időt. Hogy mikorra érsz haza? Persze. Hát ez egy dinamikus. A hazaérést. De az meg rossz. Tehát, hogy szerintem az időfüggés jelenleg egy problémája a társadalmunknak, és ez egy flexibilitást ad. Hogy nem kell nekem tudnom, hogy nem kell félbevágnom a beszélgetést, hogy egy óra múlva leég a sütő. Annyiban tudok, Gyula, neked igazat hagyni, hogy tehát én a konyhai legcsodálatosabb dolognak ezt az air fryer nevezetű dolgot tartom. Uh-huh. Én is, az rohadt jó. Főleg, amíg egyedül az ember az előfagyasztott cuccokat, pillanatok alatt elkészül. Friss zöldségeket, milyen előfagyasztott? Hát meg bármilyen rántott, tehát tök jó dolgokat lehet benne csinálni. Mi megvettük a legkorábbi, tehát a Philipsnek az airfryerjét, aztán idő után lejárt nekik a szabadalmuk, jöttek a vizék, mindenféle utázatok, és lecseréltük nemrég a Xiaomi-nak egy okos airfryerjére. Van rajta egy tárcsa, meg minden egyéb, de az applikációban azt ki be lehet állítani azt, hogy mit akarsz sütni, hogy akarod sütni, nem kell fejbe tartani, nekünk volt egy kis noteszünk az airfryer mellett, hogy itt hány percig, hogyan kell izélni, hogy tök jó legyen, ezt így kitapasztaltuk. És nem is fel lehet programozni, adsz saját recepteket, sőt vannak előre gyártott receptek benne, és csak azért vettem meg, mert tényleg kurva jó az, hogy beállítom, applikációból ráindítok, és megcsinálj. És volt ilyenünk, hogy be volt készítve az airfryerbe a cucc, és mentünk hazafelé, és tudtam, hogy mire hazaérek, addigra a sült krumpli. Ez miben más, mint a sütő? Azért mondom, hogy ez a te izéd mellé példa, de pont ezért például én az airfryert ezért szeretem, mert nem kell bekapcsolni azt a böszmesütőt. Tehát jó, mi csak hárman vagyunk a családban, nekünk az airfryernek az adagja kvázi éppen elég, amíg még a gyerek nem lesz nagyon, és ki nem zabál minket a gatyánkból, de most még elég. Tehát nagyon ritkán használjuk a sütőt. De ennek például, ennek valamilyen szinten látom jogosultságot. Jó, és a másik példa, amiből filmek, mémek, sorozatok, hogy valaki elmegy otthonról, és égve maradt a sütő. Ha ez egy intelligens eszköz, hopp, ja, nem, kikapcsoltam, vagy hopp, ja, be van kapcsolva, akkor kikapcsolom. Oké, viszont én ezt most itt meg fogom change-elni. Miért nem egyszerűen berakni a sütő, vagy az adott eszköz mögé egy okos konnektort, és kész vagy, és nem fizetsz ki, és nem, tényleg nem akarok senkinek a zsebébe turkálni, de nem fizetsz ki 400.000 forintot egy sütőért, hanem csak 250-et, plusz 5.000 forintért egy szerencsétlen okos konnektort. Egyrésztről azért, mert a sütőt az direkt be kell bekötni az elektromos hálózatba, hogy garanciális legyen, jó, akkor, de akkor gondolsz, nem neked kell mondanom. Ne, kösz, Tamás! Teljesen igazatok van, akkor legyen 15.000 forintért egy okos kis megszakító. Tessék. Jó? Jó, ebben már nem tudok. Visszachallenge-elek. Pont ismerősömnél volt, hogy felesége indukciós főzőlapot akart, azért azok masszív árba futnak. De az meg ki is kapcsolva magától ráadásul, tehát az nem tudod bekapcsolva hagyni. Persze, nem arról beszélek, tehát arról beszélek, hogy az ára ezeknek amúgy már rendkívül drága, és szerintem, hogyha egy jobb márkától választasz, lassan már standard lesz, hogy okos is, tehát így is úgy is benne van az árba, akkor meg minek szenvedj még külön a villanyszereléssel, stb., amikor ezt az eszköz is rendben, tudja hozni. Rendben, viszont nekem ez meg az a probléma, amit a Zsolt mondott, hogy elértéktelenedik az okos otthonnak a fogalma. Mert az emberek ezzel találkoznak legelőször. De várjál, nekem, hogy félbeszakítalak, ami az előző podcastünkben a visszajelzések alapján a legszimpatikusabb volt, az a hozzáállásotok, amit elmondtál legelején, hogy nem okos otthonjaink vannak, ez az otthon vezérlés igen, fázisában igen, élünk. Igen. Tehát sehol nem vagyunk az okos otthontól, ez kurva jó blabla hangzik, de rohadtul nem ott tartunk, ez kényelmi vezérlés. Viszont ebben szerintem egy minőségi eszköz, és értem, mire célzol azzal, hogy megerőszakolj, de szerintem az az eszköz, amiről én statisztikákat tudok lekérni, tudom távolról vezérelni, az teljesíti az otthonvezérlésnek a kritériumait. Az az eszköz, amiben mondjuk van egy LCD kijelző, és annyit tud, vagy esetleg van egy applikáció, de abból csak kibeka tudom kapcsolni, de például nem tudom hozzákötni egy rendszerhez, az szerintem még az otthonvezérlés se ugorja meg. De onnantól, hogy rendszerbe tudom rakni az eszközöket,
össze tudom kötögetni a különféle pontokat, az otthonvezérlés megvalósul, még az ember a központ, még az ember az úr, az okos otthon majd akkor fog tudni megvalósulni, amikor, tehát szerintem az okos otthonnak az első belépői azok a hangasszisztensek. Tehát ők már azok az entitások egy otthonba, amik valamiféle gépi intelligenciával hozzá tudnak járulni az élet színvonalunk javításához. Ugye vannak ezek a tanuló termosztátok, stb. Ezek is ebbe az irányba mennek, de még egy teljesen okos otthon az a szó szoros értelmében szerintem még nem létezik. Talán egy-kettő ilyen kutatásfejlesztési központba már próbálkoznak ilyenne. De szerintem nem is baj, mert az embernek jelenleg úgy érzem, hogy még van igénye a kontrollra. Még ez nem annyira mainstream. Hát meg annyira, szerintem mi annyira, tehát mind a hárman ti szakmátokból fakadóan, én meg érdeklődésemből fakadóan benne vagyunk ebben a dologban, hogy nem látjuk azt, hogy mennyire kívül esik ez az egészen. Tehát nálunk jár egy bejárónő hetente kétszer takarítani, főzni, meg minden. Őt már azzal meg tudtam hűíteni, vagy meghűítettük, hogy lecseréltük az airfryert egy nem tárcsáson, ahol látod a 180, van rajta egy LCD kijelző, ha eltekeri, akkor izé, de olyan hülye egyébként Xiaomi-nak teljesen eszetlen a vezérlése, tehát ha benyomod, akkor eltekered, akkor hőmérsékletet állítasz, ha megint benyomod, akkor meg időt állítasz. Tehát annyira hülye logikája van az egésznek, legalábbis egy hétköznapi ember számára, mi már megszoktuk, de nem mondhatom azt az öreg lánynak, hála Istennek nem fogja soha hallgatni ezt a podcastet, de nem mondhatom azt fönt a galérián dolgozva, hogy a lányom otthon majd dobjon be neki sült krumpit az airfryerbe, mert be se tudja kapcsolni, baszki. A másikat meg be tudta kapcsolni. Hát igen. És milyen jó, hogy te távolról rá tudod indítani. Egyébként az volt, igen. Mondjuk ebből a szempontból, és ez már nagyon, nagyon ilyen más irányokba vezeti a beszélgetést, úgyhogy csak egy mondat erejéig, hogy azt gondolom, hogy ahogy haladunk előre az időben, azok a... Tehát most vannak a generációk között egy ilyen nagy szakadék, így technológiai szempontból, amit itt most feszegettél már Zsolt szerintem. És ahogy haladunk előre, és ugye a most középkorú generáció már egy idősebb korosztály lesz, nem lesz meg ez a hatalmas szakadék szerintem. Tehát nem lesz ez az akkora távolság, hogy amit te is mondasz, ez a hülye kezelés, de hogy azért meg lehet érteni. És szerintem azért ezek így elő fogják segíteni azt, hogy mondjuk egy 20 év múlva azért már ez az okos otthon dolog, ez egy ilyen... Jó, másfél mondom. Sokat mondom. Én remélem, hogy például az én két kicsi fiacskám majd úgy fog hozzáállni már az okos otthonhoz, hogy ki fogja találni magának, hogy miket akar majd összerakosgatni, automatizálni, meg hogy lehet spórolni, meg hogy lehet jobb, stb. Tehát, hogy meg lesz ez a fajta logika. Tehát Lego helyett pogácsereléket fognak pakolni. Amúgy most elvicceled, de a logika, amit mögötte van, hogy ő már úgy gondolkozik. Na, ez teljesen reális, és nekem annyira jó 9-8 és fél éves a lányom, és vígan beszélget a Google-el, előtte az Alexával. És segíti ezt a gondolkodást, ezt, igen, a logikai gondolkodást, ami szerintem egy annyira, annyira fontos dolog. Tehát most az oktatási jellegét vesszük az okos otthonra. Kvázi igen, csak hogy valahogy nem az okos otthon oktat, tehát nem az okos otthont kell oktatni, hanem az okos az otthon mögötti. Igen, tehát hogy... Mit jelent, amikor van két állításom, és van között egy és kapcsolat, egy vagy kapcsolat, egy... Tehát értitek, tehát ezek az ilyen matematikai alapfogalmak. Hát így nézegetjük a nyári táborokat, most például Logischoolnak is vannak, ja, ilyen táborai, tök egyszerű robotokat össze lehet állítani, és ugyanez, akkor IFTT-vel beprogramozza, ha elkadást látsz magad előtt, tehát maga megtanulja a programozási logikát, és ezek kurvák. Hát én mit nem adtam volna gyerekként ilyenekért. Pontosan. A videóton, TVC kompjúteren izéltünk, Basic-be programoztuk. Hát ez egy kevésbé. Viszont, hogy visszakanyarodjak az ifjú hölgyhöz, aki nálatok a takarítást végzi, mennyire fontos az, hogy amikor valaki okos otthon tervez, azt is figyelembe vegye, hogy kik lesznek a felhasználói ennek az okos otthonnak. Tehát ki az, aki ehhez hozzá kell, hogy férjen, annak milyen kompetenciája van, tehát hogy mennyire nyitott az ilyen technológiák felé. És például nálatok, hogyha van egy takarítón, és berakjátok az okos zárat, akkor ott például az egy tök jó funkció, hogyha ő tudja is azt mondjuk használni, vagy valahogy te ki tudod neki nyitni. Igen. Hát tehát, ez egy teljesen logikus. Vagy hogyha valahol idősek vannak, tehát tudjuk, hogy mondjuk oda fog költözni anyós, após, anya, apa, stb., akkor úgy alakítsuk ki az okos otthont, hogy ezekre már előre gondolkodjunk,
És itt jön képbe, hogy pont beszéltem egyik kanadai ismerősömmel, a drága édesanyja nemrég halt meg, és mielőtt meghalt, tehát már elég rosszul volt, de mielőtt meghalt, volt egy olyan, hogy elesett a fürdőszobába. És ismerősöm, ő is azért szereti mérnök, játszik ilyen eszközökkel, és volt egy kamera benn, amihez tudott beszélni az anyukája. És ő már aludt, mert ez éjszaka történt, amikor kiment mosdóba, és az anyukája, ugye visszanézte a videót, így mutogatott, ugye egy olasz emberről beszélünk, és az ő olasz édesanyja, így mutogatott a kamerába, hogy reagáljon a fia, és ugye ő nem értette, hogy ez nem így működik. Tehát az nem volt egy teljesen okos, idős ember figyelő rendszer, az csak egy kamera volt, amin volt mikrofon. És például ilyenekre lehet előre gondolni. Ha tudjuk, hogy mondjuk egy idős ember is velünk fog élni, akkor például be tudunk rakni pánikgombot, amit könnyen el lehet érni. Én ezt akartam mondani, hogy nekünk após most a combnyak törése révén költözött oda hozzánk, és én főként ezért dobtam ki az Alexákat, mert az Alexával nem tudtam megcsinálni, hogy az Alexa beszéljen egy vészhívó gombra. A Google-be van egy Google Speech parancsor, simán após megnyomta a gombot, mert kezdetben még az első 1-2 hétben működött az, hogy csak villogtak a lámpák. És akkor tudtuk, hogy de ezt akkor... ezt az Alexával is. Na, ezt az Alexa vezérelte még. Csak az volt a baj, hogy azért idő elteltével annyira kimerültünk idegileg még mindenhogy, hogy már a lámpavillogtatás az nem volt elég de ahhoz. De tudsz beszélni is az Alexával, a voice innel. De nem működött. Tehát az, hogy megnyom egy vészhívó gombot, azt nem tudtam felprogramozni, hogy az Alexa beszéljen is. Viszont... Ez a text-to-speech. De nem, itt ti beszéltetek hozzá, vagy... Nem, nem. Ja, hogy nem. Te egy text-to-speech-et megnyomta a gombot, és akkor villogtatta a lámpákat, és nekünk szólt a hangasszisztens, hogy segítség. És ez háromszor egyre emelkedettebb hangerőn. Na most ezt a Google egy parancsorra, text-to-speech-sel ezt meg tudja csinálni. És ezt vettem egy Google Home-ot, ez azonnal meg tudta csinálni, na mondtam, hogy akkor a négy Alexa már takarodik is a háztól, és akkor átizított. Tehát ez volt az egyik oka, visszakötve erre, hogy az időseknél, tehát egy tök váratlan baleset folytán, nekünk is kellett egy vészhívó gomb, mert a ház eltérő két végébe volt elhelyezve após, illetve a Mihálos szobánk a ház másik végébe volt. És minden hajnalban sajnos kellett az öreghez menni. Egy másik szituáció, mert ugye ez megint a tervezés szempontjából, így szépen azért most átfolytunk, hogy miért fontos, hogy tudjuk, hogy kivel, hogyan fogunk élni a következő 10-20 évben. Szerintem itt érdemes azt is figyelme például a gyerekeket. Ugyanis a gyerekek azért kezdetben viszonylag alacsonyak, és például egy villanykapcsoló felkapcsolása, és ezt most azért tudom alátámasztani, mert a 2,5 éves gyerekem ezt megoldja, hogy erre tudsz kalkulálni, tehát nem kell azon morfondíroznod, hogy most a gyerek fel akarja kapcsolni a lámpát, akkor odahúzza a széket, és akkor jaj, most akkor le fog esni róla, vagy mit tudom én. Kapott egy vezeték nélküli okos gombot, egy IKEA-t, össze van tanítva a kis felhőlámpácskájával, és boldogan nyomkodja. Igen. És tök jól el van, és örül neki, és tudja, hogy használhatja, és csinálhatja. Tehát, hogy... És pár év múlva kinövi, akkor meg egyszerűen... Akkor meg ott a villanykapcsoló. Igen, nincs rá szükség. Igen, vagy igen. Az applikáció mobil. Vagy az applikációban. Nyilván azért mobil is kell, még pár év múlva ne kapjon mobilt, de hogy... Tehát igen, és ez a előre gondolkodni 10-15 évre. Én nagyjából azt mondom, hogy az élethelyzet miatt én 10 évet mondok. Ja, lehet, hogy kicsit ezt húzom. Mert a gyerekek annyi idő alatt pont eltelik az, hogy már elég értelmes ahhoz, hogy tudja használni ő is az egész rendszert, meg annyira megváltozik az embernek az élet körülménye, meg az egész a fontossági sorrendek, meg minden 10 év alatt, hogy az elképesztő. Bútorozottságtól elkezdve mindenre. Jogos. Meg azért, amit én látok, hogy azért hogy visszakössünk egy kicsit a háztartási eszközökre, 10 évente dobott ki. Mert egyszerűen nem olyanok már, mint hogy megveszel egy AEG mosogatógépet, és 30 évig jó lesz neked. Már csak energiatakarékosság miatt sem, mert ha nem is az IoT részét nézzük, egyre modernebbek, egyre energiatakarékosabbak, ami fontosabb. És akkor viszont meg már kénytelen vagy megvenni az IoT is, mert nincs más. Bezzeg régen a tűz. Az nem ment tönkre. Igen. Meg a tárcsás mosógép. az meg pláne. De amúgy ehhez, tehát hogy kivel élünk együtt, meg... tehát kikkel, meg mennyi időre nézünk előre. Szerintem itt az is fontos, hogyha ne adj Isten, a párunk nem annyira nyitott
ezekkel a kütyükkel kapcsolatban, akkor az okos otthont azért nem kell mindig túltolni. Tehát az okos otthon szerintem pont az a lényeg, hogy egy jó okos otthon az olyan, hogy ha működik, észre se vesszük, ha nem működik viszont, akkor jöhetnek problémák. Viszont mi ezért szoktuk általában azt ajánlani, hogy azért mindig legyen egy ilyen manuális fallback, tehát egy manuális opció, egy alaprendszerekre, tehát a világítás kapcsolók. És általában, amikor pont amiatt, hogy így közelítjük meg, nagyon ritka az, hogy bejön hozzánk egy hiba bejelentés, ami hihetetlen súlyos, és egyből ugrani kell. Tehát ez a nagyon ritka. Mert ugye általában, tehát volt már olyan fűtésrendszer, ahol azért beraktunk egy ilyen biztonsági megoldást, hogy a köröket lehetett kapcsolóval is állítani. Uh-huh. És tehát van olyan, hogy egy eszköz elpukkan, ezzel sajnos nem tudunk mit csinálni, tehát van, hogy tönkre megy valami, ez mindennel előfordul, viszont mindig fontos, hogy készüljünk úgy, hogy legyen alternatívánk. És akivel együtt élünk, ne kelljen neki, nem tudom, hirtelen jogászból IT szakemberi avanzsálnia feltétlen, hogy megértse, hogy működik a saját otthona. Tehát, hogy szerintem ezek is olyan aspektusok, amiket figyelembe kell venni. Abszolút. Csak annyit akartam hozzátenni, hogy magánál a ZigBee-nél meg a Z-Wave technológiánál is meg lehet azt csinálni, hogy visszalépek egyet, tehát hogy alapvetően ugye azt feltételezzük, hogy van egy központi egység, az okos otthon, amin keresztül történik a vezérlése mind a ZigBee eszközöknek, mind a Z-Wave eszközöknek. Meg lehet azt csinálni, hogy te a kapcsolót, mondjuk a világítással, mind a kettő mondjuk ZigBee-s, akkor meg tudod mondani, hogy ez a kettő kapcsolódjon egymáshoz direktbe. Tehát kvázi, hogyha kiesik a központ, mert kiesett, akkor is fel tudod kapcsolni a világítást. Nyilván kell hozzá áram, de ennyi. Tehát, nem, tehát hogy rengeteg ilyen plusz be lehet rakni, amivel azért így, hogy mondjam, egy kicsit még biztonságosabban, megbízhatóbbá lehet tenni ezt az okos otthon világot. Írtunk egy ilyen jegyzetet, hogy igazából ami legfontosabb lenne az okos otthonokkal kapcsolatban, hogy el kellene dönteni, hogy ki mit szeretne vele elérni. Igen, tehát mi a cél? Uh-huh. Mi a cél vele? Hát itt felsoroltál egy pár dolgot, ami ténylegesen mind oké. Okay. Ezt, ha titeket megkeresnek, ezt kéritek, hogy rangsorolják általában, vagy ahogy az igények alakítják, úgy fog alakulni gyakorlatilag ez a szempont is. Szerintem olvassuk fel először, mik ezek a szempontok. Olvassod, vagy olvassod? Na, mondja nyugodtan. Jó, tehát alapvetően itt az első... Te hangod mélyebb. Ja, igen. Szóval, az egyik az, hogy egy időt spórolunk vele. A második az, hogy a biztonságunkat, vagy a ház, vagy az otthon biztonságát növeljük. Kényelmi cél, tehát, hogy jobb legyen otthon lenni. Pénzt spórolni, vagy ökolábnyomot csökkenteni. Ugye ez az öt opció, amire fel van sorolva. Mit értesz az időspórolás alatt? Az időspórolás alatt azt értem, hogy ugye mindenünknek vannak ilyen repetitív dolgok, amiket csinál napi vagy heti szinten. Mondok egy példát, mondjuk minden egyes alkalom, amikor elmész a vécére, akkor felkapcsolod a lámpát. Ez egy nagyon béna példa lesz, de hogy ez ugye mindig meg kell csinálnod, mert fel kell kapcsolni a lámpát, hogy hova kell célozni. De ha te raksz arra az ajtóra egy nyitásérzékelőt, akkor nem kell a lámpát felkapcsolnod. És tudom, hogy ez egy ilyen mikro vagy nano példa, de nyugodtan köszönjük be, de akkor mondok másikat. Majd én mondok jót is, a Tomi hadd mondja el a példáit. Másikat. Mondjuk emlékszem, hogy régen, amikor még ahol most lakunk, olyan redőnyök voltak, hogy így húzni kell, tudjátok, ez a gúrt is ilyen... Ez már jobb példa. Na. Ezt szoktam én is példálni. Képzeljétek el, hogy amikor felkelt az anyukám, akkor fogta, és minden reggel vum, ezt lehetett hallani. Láncfűrészre nyitott. Nem, csak nem tudom jól imitálni, de hogy egy ilyen dörgedemes hang. Hát a faredőnyök egyébként olyan hangjuk volt, igen. Na, és akkor ugyanezt megcsinált a délben, mert leeresztette, hogy ne jöjjön be a benzingőz. Majd este megint felhúzta, ugye, hogy jöjjön be a friss levegő, majd éjszaka megint lehúzta. Tehát gondoljatok bele, hogy ez mi energia, amit elégetett, meg idő. És hát, hogyha ez mondjuk okosítva van, csak akár időhöz. Kötően. Meg kopik, tehát ami másik, az ízület. Kopik, nem az ízület, hanem a húzógúrni, elkopik, fél évente cserélni, addig le van szakadva a redőny, mikor jön a szaki, ki tudod cserélni otthon. Ezek mind igen, ez mondjuk egy jó példa, a pisis ízét azt nem értem, mert
Én mondjuk még éjjel kibotorkálok a vaksötétbe is, de... Jó, okay. Ez... Gondolkozom kell, hogy mi az a jó kérd, amit tudok hozni. Puferelni kell a lipót. Amúgy annyiban teljesen igaza van a Tamásnak, hogy vannak ilyen apró dolgok, amiket észre se veszünk, de mondjuk naponta fél perc elmegy velük, ha összeadod. Havonta 20 perc elmegy velük, ha összeadod. Évente 3 óra elmegy velük, hogyha összeadod. Ami nem tűnik soknak egy év távlatából. De, és itt jön képbe az, hogy amikor jól működik egy okos otthon, és hozzászoktál, és utána, ne adj Isten, tönkre megy az egyik eszköz, akkor hirtelen annyira fájdalmassá válnak azok a dolgok, most kézzel oda fel kell állnom, be kell kapcsolnom, stb. És akkor veszed észre, hogy mennyire ilyen, tehát én azt mondom, hogy egy jó okos otthon, az olyan, mint egy jól olajozott gépezet. Tehát, hogy ahogy élsz a lakásban, minden úgy történik, ahogy történnie kell. Neked nem kell semmivel foglalkozni. Mondok egy jó példát itt, ahol vagyunk. Én mióta összelőttem a rendszert, a redőnyökhöz igazából nem nyúltam. Tehát megcsináltam azt, hogy a mobilommal leszinkeli, hogy mikorra van beállítva az ébresztő, és például a redőnyömet este mindig naplemente után másfél órával leengedi, és reggel, ahogy az ébresztőm van, akkor vagy 5 perccel előtte, attól függ, hogy én beállítom, hogy én most egy ilyen túlalvós módban akarok lenni, vagy nem, és akkor ő felhúzza a redőnyet. Tehát én már nem kezelgetem a redőnyt, nem kell oda mennem, elhúzom a függönyt le, megnyomom a gombot, hogy engedje le, hanem hozzászokott a kis életciklusomhoz, és van ráhatásom, mert ugye az ébresztőt én állítom. Tehát, hogyha a hétvége van, akkor nyilván vagy 10 órára állítok ébresztőt, vagy ilyesmi. És ezekkel tényleg lehet időt spórolni. Viszont egy dologba belekötök a listába, hogy a biztonság. Én ezt inkább árnyalnám, hogy ne keverjük össze a riasztóval, hanem inkább egyfajta felügyelet. És hogy mire gondolok, hogy pont a Kanada ismerősöm, mert már fűzöm, hogy az első tengeren túli telepítésünk ő legyen. Óceán túli, igen. Az óceán tenger amúgy, de igen. Tehát az a lényeg, hogy nála például a legfontosabb a vízszivárgás érzékelés. Egy ilyen régebbi felújított házban lakik, ezek az igazi amerikai stílusú ilyen nagy házak, van 8 fürdőszoba, meg nem tudom, és neki ott, tehát ott neki ez a legkritikusabb, mert hogyha áttázik, akkor mindent fel kell szednie, újra kell festenie, tehát ott tönkre vág mindent. Plusz a másik, egy másik ismerősnél pedig az volt, hogy ő társasházban lakik, és volt már olyan, ugye ritkán van otthon, sokszor utazik, külföld, stb. És volt olyan, hogy a csapnál szivárgás volt, és hát a szomszédja hívta, ugye az alsó szomszéd, hogy figyeld, valami para van, de ő meg ugye nem volt otthon, stb., de intézkedett, csak ugye kicsit már későn vették észre, tehát addigra minden áttázott. Tehát, hogy például én ezt mondanám, hogy abszolút, a felügyelethez, hogy ezeket is sokszor elfelejtjük, de hogy az okos otthon ilyenekbe is tud értesítést küld. Ó, hát nem, hát ledobod a vízszivárgás érzőköket, és megraksz egy motoros szelepet a főcsaphoz, és mi van oldva? Vízszivárgás érzékelő nekünk megint eldurrant a mosogató. Tehát vannak ezek a flexibilis csövek, ami összeköti az izet. Mint kiderült, mint megtudtam a gépészboltost, ezt 2 évente kellene cserélgetni, mert hogy akkor... Annyira ez az összgarancia. Tehát akkor biztos, hogy nem durran el. Na most 10 évesen eldurrant, ezt már meséltem többször, 10 évesen eldurrant a melegvíz, úgyhogy órákig folyott a nappaliba a forró víz, mert hogy a kazán beindított, amivel hogy vizet érzékelt. Igen. És hát arra ébredtünk fel, hogy a kutyák nyüszögnek, mert már szerencsétlenek a nappaliba, már tipegtek a forró vízbe. Most ez széttázott a konyhabútor, padló szerencsére greslapos volt, tehát annak nem lett baja, de elég komoly vízkárunk volt. Rá most egy évre szétdurrant a hideg víz, mert annyi eszem nem volt, hogy kicseréljem a hideg vizet is, hanem csak a meleg vizet. És már volt a meleg víz kapcsán egy vízszivárgás érzéke, oda volt rakva. Na most pont otthon voltam, és mentem fel éjjel üzélni, dolgozni a galériára, és kúró nagy susogás meg minden, és eldurrant a vízcső. Na most kirohantam elzárni a vízorraknába a vizet, visszaértem, elkezdtem törölgetni a vizet, kiszedtem a mosogató alól a fiókot, fölkapcsoltam a villanyt, fölébresztettem az asszonyt, és utána kezdett el a vízszivágás érzékelő ordítani, mind az állat. Tehát nem volt beállítva egy késletet, és meg semmi, de ő úgy gondolta, tökig álltunk a vízbe,
spriccelt a víz, tehát tudod, ahogy a gumiról a cső szétdurran, az úgy ilyen másfél méteres izébe a sugarú ívbe úgy mindenfelé szórt a vizet. A vízé, az akvara vízszivárgás érzékel, úgy gondolta, hogy ő akkor kapcsol be, de az akvara már víz alatt volt. Teljesen rossz. Ezt mondtam a izének, mondtam a páromnak, mondom, kurva jobban. Ja, nálunk a vízszivárgás érzékelő az a Celine Diontól a Titanic betét zenéjét kezdi el játszani full hangerőn. Gyönyörű. Az összeseken. Tűz esetén a Scootertől a Fire, tehát azért stílusosan fogunk leégni a picsába. Szép. De szóval vannak azért negatív, nagyon negatív izéim ezzel kapcsolatban. Rohadjon meg. Utána leköptem a izét, azt az akvarát, és bazd meg megszólalt. Tehát... Nyilván. Mikor máskor, hanem akkor. Hát mert zárlatos lett a túl sok víztől. De szóval igen, tehát én is látom ennek. És ha például nem éppen dolgoztam volna, hanem megyek a hálószobába, és alszok, ahogy minden normális ember csinálja hajnali kettőkor, akkor még ha 2 perccel később szólal meg az akvara, tehát 2 perccel vagy 5 perccel később, akkor is szól, és nem az van, hogy most megint a kutyák nyűszögnek, vagy nem nyűszögnek. Hát vagy épp a 2 vízletet ölelgeted álmodban, mert szól a szép zene. Igen. Mondjuk szerintem itt például, amit én tervezek majd magamnál, és tudom, hogy lehet, hogy ez most már nagyon geek lesz, de hogy alapvetően ugye vannak ezek az okos mérőórák, vagy nem is kell, hogy okos mérőóra legyen, de magát a mérőórát, az okosítani lehet. És hát ha a szolgáltató engedi. Nem feltétlenül erre gondolok, tehát hogy nem arra gondolok, hogy a szolgáltatónak az óráját, hanem a szolgáltató órája utánra. Tehát egy almérőt beraksz. Egy almérőt tulajdonképpen, azt nem kell leplombálni, nem kell tudni róla a szolgáltatónak. Arra ráraksz egy relét is, már látod, ugye abban egy mágnes van, ami pörög, és kvázi látod, hogy mennyi a fogyasztásod. És nem kell túl messzire menni, tudom, hogy körülbelül mi az az átlagos fogyasztás, ami X időn belül megtörténik, anomália detection-nek hívják, majd Gyula mesél. Anomália érzékelés. Anomália érzékelés, csak ez ilyen nagyon szarul hangzik. Szóval, hogyha ugye csőtörésem van, akkor az óra az pörögni fog. Igen. És nem kell túl messzire menni, kapjak egy értesítést. Nekem már az is több, mint a semmi. Mert nyilván, hogyha mondjuk éppen a medencét kezdem el feltölteni, akkor nem biztos, hogy jó, hogy lezárja. Ez jutott eszembe egyébként, igen, nekem is. De hogy itt inkább az ennek, hogy kapsz róla értesítést, tudod, hogy mi történik az otthonodban, és már tudsz tenni ellene. Szerettél valamit mondani? Igazából csak itt visszacsatolunk, amiről már beszéltünk, hogy ugye mi értelme az okos otthonnak, azon kívül, hogy vezérlünk, meg szabályozunk. Ez a monitorozás, vagy felügyelés. Uh-huh. Tehát pont ez, hogy tudjuk nézni, hogy mennyi a fogyasztásunk, látjuk a kirívó fogyasztási eseményeket. Tehát nekem van ilyen monitorozási lehetőségem, akár az időjárás állomást nézik, akár a hőmérsékleteket, akár ízékat. Őszintén szóval, hogy rohadtul meguntam pár hét után. Pont ez a lényeg, hogy ráraksz egy plusz dolgot, amivel érzékeled a kirívó esetet. De várjál, hogy visszacsatoljak. Igen. Amikor minden jól megy, akkor ez csak zaj a háttérbe, meg gráfok, amik pörögnek. De például, amikor történik valami eset, vagy történik valami, ne adj Isten, káreset, akkor ugye vissza tudod nézni, hogy mi történt, hol, merre, melyik szenzor milyen állapotban volt, a hőmérsékletek hogy alakultak. Tehát ad neked egy ilyen diagnosztikai lehetőséget, amivel vagy te, vagy az adott szakemberek bele tudják ásni magukat, és valamivel elő tudnak állni. Sőt, akár a biztosítónak is lehet ugye ebből magyarázatokat adni. Mondjuk nem az akvara vízérzékelő. Nem az akvara vízérzékelő valószínűleg. De a lényeg az, hogy amire mi gondolunk, hogy ennek a következő lépése. Tehát a diagnosztika az, hogy te ránézel, és te kielemzed. De a következő az, hogy ráengedünk algoritmust, legyünk alapszintű algoritmust, ne adj Isten gépi tanulási módszereket, és ő észreveszi az anomáliát. És ott ugye be lehet állítani paraméterekkel, ugye amit pont mondtatok, hogy megtöltöd a medencét, akkor nyilván lesz egy masszív vízfogyasztásod, hogyha jól paraméterezted a rendszeredet, és mondjuk havonta egyszer legalább megnyitottad a medencét, tehát volt egy hasonló kirívó eset, akkor ő azt fel tudja ismerni, hogy ez végül is ebbe a 3 hónapos periódusban még nem egy olyan extrém eset, ami miatt jeleznie kell, de hogyha mondjuk azt látja, hogy éjszaka, amikor szinte minimális volt mindig a fogyasztásod, de hirtelen van egy tüske, akkor viszont fog küldeni, hogy figyeld, valamit látok itt. Nem tudom mi ez, de jobb, hogyha ránézel. Mm. És ugye itt nem is csak arra van szó, hogy a te egyéni preferenciádat nézi, hanem itt ugye van egy agregált adat, amiből kiindulunk. Tehát ugye a modell az onnan indul, hogy van egy hatalmas nagy adattömeged, amit alapul vesz, és utána arra illeszti a te
egyéni szokásaidat. Jó, nyilván ez már egy kicsit futurisztikus, tehát hogy ez a jövő. Nem annyira. Azért itt a reklámhelye, hogy mi ebben nagyon hiszünk. Tehát a Jabunénál ez egy következő nagy lépés lesz. Nem, ez szerintem maximálisan, tehát a hűtő IoT-jével szemben ebben én nagyon hiszek, mert tényleg ezek az, ami így a 4-es, 5-ös pontot nézve, tehát pénzt is spórol, pontos meg az ökolárnyomot is csökkenti, mert tényleg nem mindegy, mennyi vizet locsolsz el, ami mind a két pontra ráhatással van. Így van, pontosan. És erre pedig egy ilyen szociológiai kísérletet is felfűznék, hogy ezzel nagyon sokat teszteltek, hogy amikor az emberekkel elkezdték iratni naplóba, hogy melyik nap mire mennyit költenek, akkor a végeredmény az lett, hogy sokkal kevesebbet költöttek, mint előtte. Pedig nem mondták nekik, hogy spóroljanak. Egyszerűen csak annyit kértek tőlük, hogy pontosan jegyezzék fel, hogy az adott nap mire mennyit költenek. És van egyfajta ilyen viselkedési, pszichológiai viselkedési mód az emberekben. Tehát, hogyha valamit nézel, akkor akaratlanul csökkenteni akarod a kiadásodat, akaratlanul csökkenteni akarod az ökolábnyomod, de ahhoz tudnod kell róla, ahhoz mérned kell, ahhoz látnod kell, hogy most hol állsz. Amikor csak élsz, akkor persze van ez, hogy le kéne kapcsolnom a lámpát, végülis felesleges. De ezek nem jutnak így hirtelen eszedbe, mert nem. De amikor nézed a fogyasztást, mondjuk ránézel havonta, hogy hogy alakult a fogyasztás, és akkor benned tudat alatt már elkezded mozogni, hogy most lekapcsolom, és akkor jobb lesz a fogyasztási görbén például. Abszolút teljesen értedek. Annyi, hogy ugye nem válaszoltunk Zsoltnak a leges-legelső kérdésre, ami ehhez kapcsolódik, hogy tudatosan rangsoroljuk ezeket a pontokat adott ügyfélnél, vagy nekem annyi a válaszom erre amúgy, mert csak hogy lezárjuk ezt a kérdést, hogy szerintem nincs tudatos rangsorolás. Tehát, hogy az van, hogy elkezdünk beszélgetni az ügyféllel, és ahogy beszélgetünk, úgy értjük meg, hogy az ügyfélnek ebből az 5 pontból. Melyik a prioritás? Lehet, hogy 6 is. Általában a spórolás szinte mindenkinek prioritás. Az ökolábnyom valakinek, a kényelem, igen. Tehát azt mondom, hogy a spórolás az mindig, arra felkapják a fejüket, hogy jó, de hogy? A kényelem nyilván. Az ökolábnyom mostanában kezd bejönni. Az olyan, hogy így elmondod neki, mármint az ügyfélnek így általában, és de jó, hogy még ezt is tudod megnyerni, és oké. Okay. De nem az a selling point. Nem azért veszik fel velünk a kapcsolatot. Igen. Ha már így kapcsolatfelvétel, akkor miről érdemes konzultálni az egyes szakiparokkal? Mit láttok így a tapasztalatot? Jó, hát ugye ez onnan indul, hogy mi az életszituáció. Tehát ugye, hogyha van egy teljesen nulláról építkezésünk, vagy egy mély felújítás, akkor ugye a szóba az, hogy a szakiparral tudunk, vagy szakiparokkal tudunk esetlegesen konzultálni. Ugye onnan indul, hogy van egy műszaki doksi, ami nagyjából leírja, hogy mikre kell odafigyelni. Ingyen és bérmentve mindenkinek rendelkezésre adunk, igen. És az évek tapasztalatát próbáljuk belesűríteni. És update-elitek gondolom. És update-eljük. Verziózzuk. Hogy pontos legyen. Így van, ez fontos. És hogy azt szoktuk mondani, hogy amikor jöttünk abba a fázisba, akkor beszélünk az adott szakiparral, most itt ugye beszélünk a villanyszerelőről, eleges legtöbbször beszélünk a gépésszel, szóba jön ugye a belső építész, erről majd egyre sűrűbben. Két gondolatot majd hozzá akarnék fűzni, meg általában nyílászárós, az a legkisebb, hogy mondjam, kategória. Itt, ami felszokott jönni, nyilván, hogy hogyan kábelezzük be, mire készünk, ezt már ugye előbb említettük, hova húzom be UTP-t, hova húzom be riasztókábelt, hova legyen mit, fix fázis, fix nulla, stb. Gondolom, ebben a témában minden okos otthonos cégnek van talán ajánlott villanyszerelője is, nem? Tehát ti is tudtok ajánlani, akivel szívesen dolgoztok együtt. Nekünk vannak úgymond ilyen, most kiemelt alvállalkozói partnereknek hívjuk, vagy más néven ez a verifikált partnerek, akiktől tudjuk azt, hogy tudják, hogy mit kell megcsinálni ahhoz, hogy a Bune Home-ot, vagy egy okos otthont lehessen. És mennyire látjátok problémásnak egy külsősnek a felokosítása? Nagyon. Őszinte lesz. Igen, és pont ezért vannak bejáratott szakemberek, mert velük már kijártuk a káváriát, hogy megértessük velük, hogy mi hogy működik. És igazából valahol egy missziónk az, hogy minél több emberre megértessük, meg szeretnénk a szakembereket is felhozni arra a szintre, hogy ne úgy tekintsenek az okos otthonra, mint valami fekete mágia, hanem tehát ne az legyen az okos otthon, hogy a riasztó,
hanem értsék, hogy mi van mögötte. Meg az IKEA-s eszközök bedobása, hanem ők is egy kicsit... Például én azt nagyon szeretem, amikor mondjuk egy kivitelezésnél akár konzultációra hozzánk fordul egy villanyszerelő kolléga. Uh-huh. Tehát azt mondja, hogy ő már elkezdte az okos otthon, de megakadt, és akkor nem az ügyfél kér velünk konzultációt, hanem igazából a szakember is. Szerintem ez egy nagyon pozitív hozzáállás az ő oldaláról, hogy szeretne egy jó megoldást nyújtani. És gondolom előbb-utóbb akkor ő bekerül a... Előbb-utóbb nyilván vele már nem kell megugranunk bizonyos szinteket, de emellett, hogy pozitívat is mondjak, találkoztunk már olyan villanyszerelő csapattal, akiknek nem kellett sokat magyarázni. Igaz, hogy őket nem érdekelt annyira az okos otthon telepítés, de mindent tudtak, nullát be kell húzni, csillagpontos rendszer a legjobb, stb. És értettek hozzá addig a szintig. Ők mondták, hogy be tudják nekünk kötni az eszközt, de az annyira ők inkább erős áram irányba maradnának. Tehát, hogy vannak ilyenek is, de a tény az, hogy kevesebb. Amit még itt hozzátennék egy gondolat elég, hogy amikor azt mondjuk, hogy egy olyan szakemberrel beszélünk, aki a villanyhálózatért felelős, akkor mindenhol sajnos beleértjük azt, hogy egy gyenge áramhálózatot, tehát itt értsétek ugye azt, hogy legyen wifi, meg coax, meg tehát internet, ugye ezek a nagyon alapvető, meg ugye maga a riasztó is. Tehát nagyon sokszor azt látjuk, hogy amikor egy olyan féllel kell kommunikálnunk, aki nem a mi kiemelt partnerünk között van, hogy az a villanyszerű csinál mindent. Aminek az a rákfenéje, hogy nem csak a villanyházatot kell elmagyarázni neki, hanem ezt a másik két szakágat is. Amiben egyébként sincs benne mélyen. Pontosan. Pontosan. És ez, tehát főleg a gyenge áramházatnál ez egy vért és verítéket kívánó a történet. Tehát, hogy nem egyszer volt már, hogy egy órát beszélgettem. Mert közben meg ugye, hogy mondjam, tehát rajtam van egy stresszfaktor, hogy a megrendelő, akivel ugye alapvetően le vagyok szerződve, egy olyan rendszert kapjon, ami jó. És ne az egy, hogy nekünk kell megcsinálni mindent pluszba a saját kontunkra. Tehát, hogy ezért van egy stresszfaktor. Igen, ugye mi általában szoktunk annyira rugalmasak lenni, hogy azt mondjuk az ügyfélnek, hogy a saját villanyszerelője mehet, mi konzultálunk vele, stb. De ennek ugye megvan az a veszélye, hogy mi tulajdonképpen ott a piramis csúcsán vagyunk az építőiparnak, tehát a legvége, az utolsó fázis a legtöbb esetben. És mire odaértek, addigra nem biztos, hogy az van. Így van, és hogyha nem az van, akkor ugye mi leszünk azok, akikre úgy nézni, hát fics rácok, hát figyeld. Igen. Nem mondtátok be. Stb. Igen, és futottunk bele ilyenbe, úgyhogy ilyenkor nekünk vagy nagyon sok extra effort, hogy akkor nyomon kövessük az összes az építés különböző fázisait. De például nagyon sokszor előfordul az is, hogy a gyenge áramhálózatba, tehát a wifi AP-k elhelyezése, stb. Azokban már nagyon kőkeményen beleszólunk, mert ugye az a legkritikusabb a mi szempontunkból. Tehát, hogyha nincs kiépített jó hálózat, akkor nekünk nagyon nehéz lesz ott az okos otthont megbízhatóvá tenni. És az a baj, hogy ilyenkor, hogyha az okos otthonnal hiba van, az nyilván nekünk ránk vet rossz fényt. Na de akkor nem lenne sokkal egyszerűbb azt mondani, tudom, hogy nem tartott még a piac meg minden, hogy oké, öreg, jössz, okos otthon szeretnél, mi visszük a villanyszerelőnket is. Ezzel kapcsolatban annyi van, és ez most megint a reklám helye lesz, de hogy alapvetően én szeretném, hogy ebbe az irányba tartsunk, viszont ehhez kell az, hogy ne 2 darab villanyszerelőt vagy 3 darab villanyszerelőből tudjon válogatni, akik ugye egyrészt lokalizációhoz vannak kötve. Másrészt meg, hogy ugye itt azért alapvetően egy szimpátiának vagy a kémiának is ki kell alakulnia mind a megrendelő, mind a villanyszerelő között. És akkor alapvetően erre van az, hogy van a Smart Opercénk, aki pont azzal foglalkozik, hogy több különböző okos otthonrendszert bemutat, és oktatási jelleggel végigviszi a villanyszerelőt, a riasztóst, tehát bárkit, aki ugye érdeklődést mutat rá, 200 órában, amiben van gyakorlati oktatás is. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy és mi erre építünk, tehát mi ebben benne vagyunk, adjuk a saját termékünket, nyilván más mellett, tehát ott más okos otthonos cégek is teret kapnak, amivel nincsen probléma, mert hála a jó égnek, hogy ott van, valaki oktat, elmagyarázza a szakiparosnak, hogy mit, hogyan kell csinálni, miért csinálom. Tehát ugye ez nagyon fontos, hogy a kontextus meglegyen, hogy értse, hogy ő azt neki miért kell megcsinálni, és nem csak végrehajtja a munkát, amit ugye kiadnak neki. Úgyhogy
Úgyhogy ez a jövő, ez a közeli jövő, és ez a terv, és ezáltal tudjuk azt biztosítani, hogy oda a megrendelő, ez már egy olyan szakember megy, aki tudja, hogy mi ez az okos otthon, jobb esetben tudja, mi ez a Jabune okos otthon. Uh-huh. Belső építéssel milyen tapasztalat? Ez Gyulának odaadom, mert ez neki a... Hát én majd vissza fogom neki adni, mert nekem amúgy nem volt semmi negatívabb élményem. Nem, ez pozitív. Ja, hogy te pozitív. De volt negatív is már. Mindig van minden, tehát de ezt én pozitívnak írtam le. Tehát a belső építésznek szerintem az elmúlt 5-10 évben, tehát nem tudom, mindig visszamegyek ugye a család, meg stb. Keresztanyámék, édesanyámék. Amikor ők építettek házat, ugye kvázi maguknak építették, stb. Ott a belső építészet az valahol a priolista, nem tudom, legeslegalja volt, vagy nem is volt ismert fogalom akkoriban. Az egy luxus dolog volt. Belső építészet, mint szakma nem létezik Magyarországon még mindig. Igen. Tehát akkor még inkább... Nincs képzésre. Semmi nincs. Tehát nincs olyan, hogy belső építész. Ezt jó tudni. Lakberendező van, meg egyebek, de olyan... Azok, amik a momén mennek, ezek a... Az már igen, de az mesterképzés. Ja, értem. Na de az a lényeg, hogy tehát régen semmit nem, még nem is hallották ezt. Igen. A vasfüggöny mögött belső építészet, hát engedjük el. Maximum, aki színeket meg segített kiválasztani. Meg a hajdu mosogatógépet berakta. De az a lényeg, hogy szerintem az elmúlt 10 évben, vagy hát mióta én jobban követem ezt a piacot, azt látom, hogy nagyon sokan úgy állnak neki már egy felújításnak is, hogy egy belső építéssel kezdik, az ő ott kitalálja, hogy mi hogy nézzen ki, és utána mennek az építészhez, hogy figyeld, ezt találtuk ki, ezt kéne valahogy papírba önteni. És nagyon sok ember a belső építészre bízza az okos otthonnak a lényegét a világítás miatt. Mert a belső építész megálmodja a LED sorok az álmennyezetbe, színváltós, színhőmérséklet, stb. És itt hatalmas a felelősség a belső építészen, és igazából ez egy irány, ahova én szeretnék mindenképp nyitni, szerintem Tomi is, hogy a belső építészeket is szeretnénk így a podcasten keresztül is felhívni rá, hogy egy kicsit ássák bele magukat, akár hallgassák meg ezt a podcastet, hogy mi is egy okos otthon, mikre kell figyelni, mert a belső építés sokszor az, hogy ő kitalálja a világítást, meg a fények, hol legyenek elhelyezve, stb. De a vezérlést meg semmi. De a vezérlést azt nem gondolját, és futottunk már bele, hogy de hát ezt így nagyon nem lesz ideális, hogyha így csináljuk meg. És az a baj, hogy előfordult már olyan, hogy az ügyfél viszont nagyon támaszkodik ilyenkor a belső építészre. Tehát nekünk közös nevezőt kell ilyenkor találnunk a belső építésszel, mert az kritikus. És ilyenkor jó, hogyha ő már azonos buborékban van velünk, és egy nyelvet tudunk vele beszélni. Ezért akarunk nyitni a belső építészek fele kimondottan, hogy amikor egy oktatás jellegű dolgot tartani. Egy oktatás, nekik. Konzultáció, beszélgetés, teljesen mindegy, hogy egy kicsit nyissunk abba az irányba, hiszen az okos otthon, ahogy már említettük a kényelmi funkciókat, látványelemi funkciókat is nagyon jól le lehet automatizálni, meg lehet valósítani, és amúgy a filmes szakmába már nagyon régóta használják akár a home assistantot is. Tehát én beszéltem filmes ismerőssel, és ők az ilyen különféle fényefekteket, amiket ott a felépített díszletbe végrehajtanak, egy csomószor automatizálják őket home assistanttal. Ezt most tudom meg. Ne haragudj. Valamit tartogatnom kellett itt a podcast végére. Jó, ez jó, ez ütős, erről majd beszélhetünk. Mik azok a tanácsok, amiket így tudtok akkor az embereknek adni, akik tervezgetik a saját okos otthonukat, most tök mindegy, hogy új épület vagy felújítás. Abszolút. Az egyik az, hogy amit ugye már említettünk is, hogy nincs olyan, hogy tehát a kábelezés legyen minden kapcsoló mögött, a fix nulla, fix fázis, tök mindegy, hogy az most egy konnektor, egy villanykapcsoló, egy eredőny, csak legyen ott. Azzal nem, tehát nem akkora pluszköltség, nem akkora többletmunka, mint ami igazán visz. Tehát sokkal jobban megéri, mert később lehet modulárisan felépíteni egy okos otthont. Ugyanez az UTP-re, hogy az UTP az nem csak internetre való. Tehát az UTP nem arról szól, hogy azon az internet utazik, és akkor ennyi. Az UTP az 8 darab ér, amin impulzus lehet küldeni. Tehát kvázi ki tudok nyitni egy kaput, tudok kinyitni egy relét. Tehát
ezzel is egyféle felhasználási lehetősége kicsit van. Kicsit mély vízbe beleugorva, UTP-ben nektek mindegy, hogy milyen? CAT6e. Én azt szoktam javasolni, de alapvetően ez az impulzus, a CAT6e-t azt a kamerákhoz szoktam javasolni, meg ahol ugye munkakiállás van, tehát laptop, tévé, munkakiállás vagy médiakiállás. A hallgatóknak mondom, hogy a 6e az a legmodernebb és a legdrágább így is van, az összes közül. Tehát, hogyha egy villanyszerűnek azt mondjuk, hogy UTP és beköti a legrégebb ízét, az nem mindenre lesz alkalmas. Így van, és ez egy nagyon jó gondolat. Így van, de viszont az impulzusokra, tehát amikor ilyen jelet akarunk küldeni, vagy egy termosztátból, vagy ez az előbbi, ez a kapu példa, akkor a legég egyszerűbb. Hát egy katötös már oké. Csak azért mondom, hogy tehát amit be tud húzni, és büdzsébe belefér, mert nem jön ki, mert nem adatot küldök azon az UTP-n, hanem jelet. Viszont én egy kicsit konkrétabban megmondanám, tehát hogyha most valaki tényleg felújításba gondolkodik, vagy új ház építésébe, akkor első és legfontosabb, hogy informálódjon. Informálódjon abból, hogy mi kell mondjuk egy okos otthonhoz, és hogyha ő úgy érzi, hogy erre nincs energiája, tehát nincs ideje erre az informálódásra, vegye fel velünk a kapcsolatot, teljesen ingyen és bérmentve megosztjuk a műszaki dokumentációt, ami alapján már oda lehet menni a villanyszerelőhöz, hogy figyeld, okos otthon szeretnék, itt le vannak írva bizonyos dolgok, amiket be kell tartani, kvázi amiket a Tomi most itt el is mondott. Tehát, hogy legalább ennyit tegyen meg. És utána később higgy el, hogy bármilyen okos otthon rendszerbe gondolkodik később, vagy magának akarja majd kiépíteni, nagy segítség lesz, hogy nem kell hozzányúlni az alapokhoz. Mm-hmm. Tehát mindenképp az informálódás, a tervezés, legyünk tisztában azokkal a pontokkal, amiken itt végighaladtunk, tehát kikkel élünk együtt, mit szeretnénk elérni, melyik területek, amik érdekesek lehetnek számunkra. Ezeket igazából ehhez viszont semmi kutakodás olyan szinten nem kell, ezt csak át kell gondolni, maximum el kell olvasni, vagy meg kell nézni pár okos otthon videót, amiből ezek kiderülhetnek, hogy milyen lehetőségek vannak egyáltalán. És hogyha úgy érzi, hogy kezdi kicsit maga alá temetni a lehetőségek tárháza, akkor pedig forduljon szakemberhez, aki ugyanúgy, mint egy belső építész, vagy egy építész meg tudja neki tervezni azt a rendszert, amire igénye lenne. Itt egy gondolat erre az igényre, hogy amit én szoktam látni, hogy próbálják fejben tartani. Tehát a megrendelőnek van egy elképzelés, azt ő fejben tartja, és amikor így találkozok vele, akkor így rám zúdítja, mint a lavina, és akkor így kapkodok levegőért, hogy jó, de akkor most így haladjunk lépésbe, tehát próbálom megérteni. De amit szeretnék én még javasolni, hogy írja le egy papírra, egy kockás papírra, nem, csak gondolatokba, hogy én azt szeretném, hogy a redőny felhúzódjon, mert az már tényleg az extra. Hát csak, főbb témákon menjen még egy papíron. Igen. Alapvetően amúgy úgy szoktuk csinálni, hogy amikor valaki felveszi velünk a kapcsolatot, kap egy Google formot, amire ha rászállni azt a 20 percet, ugye ez kérdések mentén végigvezeti az érdeklődőt, az egyes területeken egyesével, egy viszonylag részletes, tehát itt ilyen 56 darab kérdésből álló formulról beszélünk, de ha veszi a fáradtságot, akkor egyrészt ő maga átgondolja, tisztába kerül vele, eszébe juthat még valamivel, ki tudja egészíteni, hova tovább nekünk hatalmas nagy segítséget ad, mert egy egészen más szintről indulunk. Hát mi már onnantól tudunk a formon végigmenni, és kicsit pontosítani, hogy itt akkor mire gondoltunk, milyen típusú eszköz van esetleg, stb. Igen. És akkor az utolsó gondolat, amit így még hozzáfűznék, ugyanúgy az igényhez, hogy rangsoroljam. Tehát gyakorlatilag szoktam azt látni, hogy hirtelen mindent akarok, mindent szeretnék okosítani, megkapja az ajánlatot, és elmegy tőle a kedve, mert hogy a mindennek az pénzbe kerül, hát most akárki akármit mond. De ha van egy rangsor a fejében, hogy azt mondja, hogy igen, nekem a világítás fontos, nekem fontos a fűtés, nekem fontos a redőny, de az öntöző annyira nem fontos, mert még marhára felújítok éppen, akkor azzal már egy közelebbi, tehát már szorosabb lesz a kapcsolat, mert akkor azt tudjuk mondani, mivel a rendszer moduláris, hogy akkor itt van ez az X darab feladat, amit most elvégzünk, egy év múlva találkozunk, és megcsináljuk a következő Y darabnyi feladatot. Tehát ha van egy rangsor, az neki is segít, nekünk is segít, és végeredményben egy sikeres kooperáció, sikeres telepítés lesz. Na, szuper. Sikerült bennmaradnunk 2 órán belül. Most. 2 órán belül vagyunk? Aha. Na hát ez... Úgyhogy egész akkor a hallgató felélegezhetnek. Egész jó lett a dolog. Köszönöm szépen az újabb sok hasznos infót a hallgatók nevében is. Remélem találkozunk még legközelebb is, és nem
fél év múlva, vagy 8 hónap múlva, vagy talán egy év múlva. Reméljük. Majd meglátjuk, ahogy sikerül összehozni. Köszönöm szépen még egyszer. A linkek bent lesznek a podcast leírásába, a srácokhoz is, meg egyáltalán az egész okosatonos dologba. Sziasztok! Köszönjük szépen, hellosztok! Köszönjük, sziasztok!